nekem meg túl sok időm van arra, hogy játékokat játszak, ezt biztos észrevettétek már, úgyhogy megnézném azért én ezt a, hát azért nem az Octopath Traveler, pedig az is egy nagyon jó játék, ezt a bizonyos Super Mario 3D World-ot, szerintem ez a hatodik rész lesz a játékból. És nagyon király lenne, hogyha hallanánk is, ugye? Ó, megjött a hangja. Kicsit halkan, de szerintem ez jó lesz. Na, let's go! A vér sótartalma alap esetben megegyezik a tengervizével. Hát én ehhez nem értek, megmondom őszintén. A tengernél életemben kétszer voltam. Horvátnál, meg szerintem olasznál. Hogy melyik volt a sósabb, azt nem tudnám megmondani, hogy melyiket szerettem jobban, azt tudom. Én jobban szerettem azt, ahol nem voltak medúzák, és ahol homokos volt a tengerpart, ahol kavicsos, Horvátországban is medúza is van, azt nem szerettem annyira. Pedig azt mondják, hogy Horvátország szebb tud lenni, mint Olaszország, nem értek én semmihez. Mondjuk Mario meg Luigi is egyébként Olaszországból származnak, úgyhogy lehet, hogy ezért szerettem annyira ott lenni. A banán radioaktív anyagot tartalmaz, csak mondom, minden tartalmaz, az se jó, mikrodózingolva. Köszönjük. Octopath Traveler, az mi nyomód? Nyomom, hát, offline egy kicsit már 4 órát beletettem, így hajnali órákig, de az majd még várat magára, annak a végigjátszása, mert az is egy olyan, hát nem tudom, 50 óra biztos lesz, amíg ezt végig nyomjuk. Meg lehet, hogy sokaknak nem tetszene ez a JRPG rendszer, hogy megyünk előre a játékban, és akkor lépten nyomon megtámadnak, tényleg mindenhonnan ránk támad valami, és akkor mondjuk esetleg ugyanolyan enemik, meg repetitív egy picit néhol, szóval azt lehet, hogy ti annyira nem szeretnétek. Jó, tehát itt a boss legyőztük, ugye? Az ötödik világot fogjuk kitisztítani hamarosan. Jön még egy játék, de Sonicból, hát szerintem jó sok játék fog majd még jönni. Sonicot soha nem vágtam egyébként különösen. Itt volna egy pálya előttünk, úgy látszik, hogy északról érkezünk. Ó, jó, ezzel kezdhetnénk, itt 5 darab csillagot kell összeszedni Captain Toadnak, aki nem tud ugrálni, de cserébe egy tökre jó kis logikai puzzle-t fogunk kapni. Sose voltam még tengeren, ugye nekünk itt lenne a fekete tenger. Ó, várjál, mert most nézem kell. Valahogy mindig elkerültük egymást. Hát én a te helyedben azért csak ránéznék erre a fekete tenger dologra. Ó, nem mondod, hogy... Wow! És akkor ezt lehet majd rendezgetni. Ez nagyon jó. Menjünk csak gyorsan. Hol vagyok? Ja, hogy itt bemegyek, ott kijövök? Ez mekkora menő? Várjál, mert nehéz dolgom van ezzel a... Jó, és akkor itt fogom majd építeni az útvonalat? Ez hogy lesz? Hú, ezt szerintem ide fentről fogok leugrani. Ha nem jó ját. És itt nem mehetek keresztül? Ez időre megy? Igen, ez időre megy. Oké, húzzunk bele. Mit kell csinálnom? Azt, hogy... Várjál, rájöttem. Ez egy lift. Wow! Oké. Egy darabot azonnal összeszedtem, így már át is mehetek a másik oldalra. Nézzük csak meg, ez hová visz. Aha, jó. Ide nem lehet bemenni. Itt mi történik? Kijövünk egy csillagnak. 2 csillag megvan. Most kimegyek, kijövök fent. Wow. Aha, egy picit látom, hogy mi történik. Azokat miért csinálják ezek a kísértett bigyók? De hiszen ott van egy gomba, vagy egy élet. Várj, hogyha rávilágítasz, akkor mi? Ez neki nem tetszik? Mi történik, hogyha sokáig világítod őket? Olyan, mert hogyha nem tetszene nekik, nem tudok velük mit kezdeni. Ó, úristen, ez most jön. Ja, mert persze, mert világítani kell, és akkor nem akar rád menni. Jó, figyelj. Ezt most felemelem. És azzal fogunk tudni... Fogalmam nincs mit csinálni. Egy darab coint azért összeszedtünk innen. Mindjárt megfejtem én ezt a pályát. Elnézést, de itt közben teljesen elvarázsolódom, hogy... VTF, mekkora király már ez az egész. Ott van egy ajtó. Onnan kezdtem. Akkor most itt felmegyek. Most feljövök itt is, ez nagyon király, nagyon tetszik ez az egész őrület. És most jó helyen van ahhoz, hogy bemenjek, de ezt közben meg tudom csinálni így is. Megám, vissza az egész. És most jövünk a kísértetekhez, ahol
Az utolsó? Nem, az utolsó előtti csillagot kell. Ó, oh, wow, ezek nagyon kapják. Az igen. Jó, azt hiszem, hogy eléggé király lehettem, hogyha ez így összejött. Ott a végig el kell szaladni, az lesz az utolsó. Ez nem is volt olyan nehéz, most miért mondjátok? Én azt hittem, hogy sokkal-sokkal nehezebb lesz majd. Hajaj. Jó, ide beállsz, és itt világítasz. Nicely done. Na, hát csak meglett. Szia, Starkemis! Szia mindenkinek, hogy vagytok? Mi a helyzet nálatok? Én is kaptam egy feliratkozást. Valóban, köszönjük szépen a giftelőnek. 5 darab csillag? Hát azért figyelj. Ez most már 110 is felül van. 118 csillagot gyűjtöttünk itt eddig össze. Az nagyszerű, hogy ez is megvan, és azt hiszem ezt is kimaxoltuk. Igen, a múltkor. Hát én éjfélig nyomom ezt a játékot, engem nem érdekel. Én ezt a 5. világot befejezném ma. Csak hát ugye kérdőjeles, hogy mennyire fog ez sikerülni, csodálatos az a játék amúgy. Na nézzük csak meg ezt a pályát, itt valamilyen kastély van a fellegekben. Azonnal rá akarok menni az összes felhőre. Na szóval. Hűha. És ez balról fog indulni? Fent is van valami. Jó, megvizsgáltam, mehetünk. Gyerünk, let's go. Ez mi? Oké, ez elvisz. Ez elvisz, és azokon a kis világító pöttyökön lecsoron keresztül vitt a láthatatlan izé csúznán keresztül. Ez nagyon jól néz ki. Ez mit fog csinálni? Hó, te hülye, ez Fall Guys teljesen. Erre nem számítottam, hogy ez ott így ilyen libikóka rendszerrel fog alátámasztódni. Aha, jó, és innen lehet föntebb menni? Ott nincs semmi, szia Emeka! Nagyon csodálatos a játék! Na hát ilyet azért ritkán hallunk ám kucsitól. Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert direkt neked vásároltam meg erre a csodálatos konzolra. Arra nem szabad rámenni? Menj már! Ez megint egy újabb mechanika, nézd milyen király! Ilyen nem volt eddig. Hát de menő! És most akkor ezek itt rábántanak? Már jóra? Aha. Jajajajaj, óvatosan azért figyeljünk oda a lehetőségeinkre. Ott alul nincs semmi. Jó, megvan az összes csinálva, most ezt elkapod. Wow! Kéne nekem egy cica, Mario. Hoppá! Nézd csak! Jaj, Jézusom, ez elkapott. Jesszus úristen! Megvan. Ide balra, nézd! Itt van fent egy eldugott csillag. Hát mindenki látta, hogy ide fel kell mászni. Úgy meg fogunk pusztulni mindjárt. Nem fogok bírni itt az elemekkel. Jó, az itt ennyi. Csináljunk ilyen fordítgatásokat? Nézzük meg. Látszólag semmi komoly. Ide gyerünk le. Én nem merek ott még egyszer leugrani. Hát a szörnyű az a tüskés diadó. Hát a gyerekek rémálma. Várjál már! Most mondtam, hogy nem akarok ide ráugrani. Jó, hopp! Megvan. Gyerünk. És most... Jó, hál' Istennek ilyen lecsúszó örület van rajta, hogyha túlugranál, akkor is meg lesz. Oké, lássuk, hogy mi történik. Egy következő helyszínre érkezünk, és 2 darab csillagunk van még, amit nem vettünk fel ezen a pályán, meg a stamp, tehát azért még odébb vagyunk szerintem a győzelemtől. Ott lent nem látszik, hogy valami lenne. Itt viszont fel lehet ugrani. Miért akarnak felugrani? Ó, oh, wow, aha. Tehát az lenne a lényeg, hogy én ezeket győzzem le az összeset? Mert amúgy volna nálam egy tök menő bumeráng őrület. Bumeránggal szét tudnám őket szedni. Ja, és nem megnyomtam a négyzet gombot, mint a Fall Guys-ban, hogy betődjön a Mario, hallod? Hát annyira érződik a hasonlóság. Nehogy megharap, te szemét nálad. Várjál, ez micsoda lesz? Ó, hát miért csináltam eddig ezt, hogyha ezt is csinálhattam volna? Ha-ha! Na most azonnal rendet rakunk itt a baromfi udvarban, mint aki fiatal Vuk, ugye? De gyerünk, let's go! Így is van, egy egész upot kaptam, és tele vagyunk már is mindennel. Ott van a stamp fent, nézd! Nézd csak, ott van eldugva, ez nagyon menő volt. 124 másodpercen van, de hiszen az nagyon kevés. És itt mi lesz fent? Beszippantanak minket! Deark, nagyon szépen köszönöm a 300 bitet! Köszönöm szépen a támogatást! Nagyon-nagyon hálás vagyok, remélem, hogy jól vagy. Menjünk balra, vagy nem? Hú, nem tudom. Ide jó lesz így. Jesszusom! Meg fogom ezt tudni csinálni? Ez még egy csillagot fog adni?
Igen, 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 igen. Oké, okay, oké, okay, megvan az utolsó csillag. Miközben leestem. Jó, hát a második csillagot még nem találtuk meg. Köszönöm szépen a támogatást. Milyen napotok volt ma? Meséljetek. Ki mit csinált? Volt-e bármi érdemleges, említőleges? Én ezeket megint összecsicskítom. Hát itt nem lesz izé szórakozás velem. Nem lesz velem bírás. Oda néz. Oda néz. Ez igen. És a vége. Van még? Igen. És a középen kijön. Jó, visszaszerezzük azokat az életeket, amiket az előbb elvesztettünk, illetve egy darabot ugye, de merő volt ez az ugrás. Hol lehet ez a csillag? Innen érkeztem? Nem. Ez itt valami extra útvonalám. Ezt csak azok kapják meg, akik tudják, hogy mitől döglik a Mario. Na gyerünk, nekem picit fáraszó, hétvégén nem sokat pihentem. Várjál, mindjárt olvasom tovább. Nice. Itt nagyon gyorsak kell lenni, mielőtt eltűnnének a coinok. Fel kell őket jesszusom, de sok van. Nem csak, hogy életet ad ez, hanem a második csillagot. És ezzel meg lett minden a pályán, amit csak össze lehetett szedni. Oké. Okay. Fú, akkor kimaxoltuk ezt a pályát is. Picit fárasztó volt, hétvégén nem sokat píjíztem, aztán egy megviselt a sunyi kis hétfő. Hát gyorsan jött ez a hétfő egyébként, nem tudom. Azért az a szombat is olyan gyorsan elment, amit én is családdal töltöttem, hogy így konkrétan átmentem, aztán este meg már itt voltunk, aztán meg már nyomtuk. Tegnap is a 12 óra stream, az így szétverte a napot. Bár nem mondom, hogy nem élveztem, mert nagyon is jól éreztem magam. Még szerintem hallottátok is rajtam, hogy nagyon is jól érzem magam, de hát Istenem. Kicsit oda tettünk a születésnapozásnak. Az hülyeség volt tőlem, igen, elismerem, hogy nem így kellene ezt a játékot játszani, hát nem bénázni kéne, győzni kéne, menni kéne, csinálni kéne. Várjál már, jó, várjál már, hát nem éred el soha. Hát nem tudod kiszámolni egész véletlenben. Várjál, így, és nem jó. Ne, most meg lesz. Nem jó, hát nem jó. Várjál, ez szörnyű. Nem, még nem mész. Amikor jön, akkor megy, most. De ne, no. No! De annyira kiszámoltam, olyan voltam, mint a macska, tudod, amelyiket nem tudom, figyeli a célpontját, és hát ez szar volt. Istenem, várja, Jézusom! Oké, okay. Túléltem. És most szétszerek mindent, majd utána szépen gyorsan belevetődünk a dolgok sűrűjébe. Csak itt nálunk a Kicsmer TV podmókáson. Van még valami, ami meg akar enni? A rengeteg coin felszedése azonnal. És akkor most, hogyha megint elmennék jobbra, akkor megint jönne egy csomó izé, coin, meg élet. Na most 80 életem van, hát az iszonyatosan sok. Tehát, hogyha azt mondom, hogy erre most elmegyek, így, és lemegyek a coinokért, akkor két életet lazán össze lehet szedni. És frankon, hallod? De hiszen ez egy ilyen lehetőség arra, hogyha csícska vagy, és nincs elég életed, akkor itt összeszedhess annyit, amennyit nem szégyelsz. Hisz ez rengeteg. Hallod, 82? 82, nézd meg, és még pontot is kaptunk. Hát de megérte megpurcanni. Hát egyszer meghalsz, kettőt kapsz életet itt vissza, vagy hármat. Nagyon jó. Hát ez nagyon jó volt. Nem is itt akarok felmenni, hanem inkább itt. Így. Ez a pálya egy életfarm, egyet eldobsz. Igen, Folti, pontosan ezt mondtam én is. Nagyon jól látod a szituációt, hogy mit történnek a Mario világában. Balra van valami kis kula, hallottátok? Ott nyomja. Én azonnal akarok menni érte, meg akarom nézni, hogy mit csinálod. És most, és figyeld! Hopp! Várjál már, Mario! Várjál már! Jézusom! Na jó, gondoljuk ezt át, ezt a döntésünket, mert ez azért egy picit nem egészen úgy van, ahogy. Ne hagyj az arcába! Nem gondoltam volna, hogy az úgy összejöhet. De Mario, de hallod? De léci már! De most miért nem veszi azt? Valamit rosszul csinálnék, vagy mi? Na végre megvan. És akkor itt eljössz erre. Ez egy hülye döntés volt, igen. Hát akkor ez így most már szar lesz. De oda hogy lehet bemenni? Nézd, mert ott van egy ilyen felszívó. Egy nyitmák hívó. Várhőnek várhó, de nézd meg. Hopp!
és mostra fel! Na ez a nem mindegy! Nézd! Még jó, hogy amúgy itt van alattunk föl, de... Tudom, hogy sietni kell! Most miért kell itt durvítani a zenét? Hát megtaláltam a lényegi részt, azt nézd meg, hogy mi lett a vége. Na és most akkor egy kis sietéssel oda befele, és erre. Ez az! Mit akarsz? Ott a cica! Hála a jó Istennek, végre az igazi cica Mario, csak itt nálunk a teachpertv.mokáson, és ezzel be is megyünk a célba. Elhiszitek, hogy meg lesz a 10.000 pont? A 10.000 pont, amire mindenkinek szüksége... Ójjaj. Hát messze van az a cél még. Nem, nincs is annyira, ez meg lehet. Gyerünk, a cicás Mario megcsinálja 10.000 pontot, és fel fog szaladni, higgyetek el, figyelj. És most. Nagyon jó. Hopp, felmászik. Wow! De milyen szerencse volt tényleg, hogy a cica lett ennek a vége, ennek a pályának, mert hogyha nem a cicát vettük volna fel ott a varázsdobozból, akkor lehet, hogy fel se tudunk futni az oszlopon. Néha annyira béna vagy? Na hát megnéznék azért egy kutyiasin a végigjátszást is a játékból. Képzeld, a hétvégén hazajött nagynéném Bécsből, hozott nekem egy 130 centis plazma tévét. Egy plazmát? Az igen. Úgy örültem neki, mint majom a farkának, sajnálom, nem tudom kipróbálni, mert a tápkábelt elfejtette hozni, elküldi postán. Ez nagyon kedves tőle, hogy hozott neked egy plazma tévét. De hát azok, emlékeim szerint a plazma tévé volt az, aminek azt mondták, hogy a legszebb a kép minőség, a legszebb lehet, de viszont nagyon könnyen beleég a... Amit esetleg rajta felejtesz, nem? Valami ilyesmi volt, amikor én is tévéket nézegettem évekkel ezelőtt még, akkor valami ilyesmit olvastam, hogy a plazma tévék nagyon nagyot mennek. Persze ma már nem, mert mindent leváltott az LCD meg az OLED, ugye? De hogy a plazma lett volna, nem tudom mi miatt fejezték be azok gyártását. Streamelni fogok, megnézhetsz tőlem egy végigjátszást. Na majd, akkor majd küldjed el a linkedet, majd megnézlek. Állóképet nem szabad hosszú ideig nézni rajta. Igen. A TV csatornák logói beleégtek, meg ilyenek. Szia, Ungarmonik, szép estét neked. Hogy vagy, mi a helyzet? Itt ezt a bosszt én azonnal legyőzöm. Lehet rajta lesz a kedvenc receptje, Kekvé. Min? De milyen sokan vannak ezek? Jászusom. Oké, szerintem én győztem, mert a cica Mario mindent legyűr. A cica Mario mindent lever. Nagy bumszi, sokat fogyaszt, viszont valóban nagyon szép. Ja, tegnap mondtad, hogy a bitek meg a feliratkozások felét a Twitch kapja. Nem. A biteket, azokat 100%-ban a streamer kapja, de drágábban veszed, mint amennyiért adod. Vagy mi? Valami ilyesmi. A feliratkozásoknak a felét igen, a Twitch kapja. Lent található támogatás a donate, gondolom, tisztán megy neked, szabad ilyet kérdezni? Hát annyi, hogy azt hiszem, hogy az Elements vagy a PayPal az le van belőle egy ilyen 0.0 nem tudom hány centet, tehát, de egyébként igen, tehát a válasz az mindenféleképpen az, hogy az egy tiszta fajta támogatási mód. És nem azért válaszoltam, mert promotálni akarom, vagy ilyesmit, csak kérdés volt. Nagyon jó, hogy csak most fejeztem be a főzést. Jesszusan, mit főznél ilyen későig? Én holnap fogok majd főzni. Meg fogom csinálni, mert már hónapok óta nem volt, a fördős zéféle bolonyait. Amihez már vettem igazi zeller szárat, meg vettem répát. Nagyon finom lesz. Holnap nekem is főznem kell, és fogja a fejét. Miért teszed ezt magaddal? Hát az OLED-nél sem jó, mondjuk abba is könnyen beleéket. Tényleg? Mi az, hogy 100 másodpercem van ezen a pályán? Már is csak 100? Na várj. De ne, és akkor sok cica már jó? Jesszusom. És ez mi lesz, hogyha itt ketten vagytok? Itt meg már hárman kell, hogy legyetek. Na jó. Hát, ne ezt figyeld, ebből bajok lesznek. Azt most megmondom, a három cica már jóból bajok lesznek. És itt, hogyha ráugrok, mi történik? Hát, az csak a... Au! Jaj, ne! Az egyik kis izénk elhalálozott a cica. Ott csak a tóddal lehet menni. Vár, itt még lesz lehetőségem? Igen. Akkor most meg lesz a három. A hárommal átmegyek ide. Ez nagyon király ez a pálya. Ezeket nagyon szoktam szeretni. De rohadt ne ezek is amúgy. Ott balra is van fent valami. De hát én azt könnyen elérem. Nem kell nekem itt még nyernem. Nem kell landon mindent megnyerni. Elég, hogyha így felmászol.
Amúgy ez egy cheat volt szerintem, mert itt csak négyen tudtunk volna feljönni. Hát, kijátszottuk a rendszert. Amúgy van itt ezen a pályán izé? Várj, nem láttam, hogy... Ez ennyi volt? Ez viszlát? Jó, a 10 000-et kiszedtem még gyorsan, mert 100 másodperc, nincs is másodperc, szerintem inkább ilyen, ilyen egyperces pálya ez. Húsleves és csilisbab, most várom, hogy hülyen, legutóbb olyan finom csilisbabot csináltam, jesszus isten. Egyébként azt is a fördőzzi mexikói chili ragúja alapján csináltam, nem csilisbab volt, amit ő készített, hanem chili ragú, és azt vettem alapnak, és azt... abba raktam bele ugye a maradék hozzávalókat, de hát hogy ez milyen finom lett. Yes, és atya úristen. Hey! Veronika? Hát ez mi az, hogy csak kicsi? Hát ez tiszta egy csomó pénz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy támogattad a csatornát és annak fejlesztéseit. Köszönöm szépen neked. Nagyon-nagyon hálás vagyok. Ez wow. Köszönöm szépen, tényleg. Köszi szépen. Mit akartam, mit kezdtem el mondani? Ja igen, a mexikói chili. A chili ragú, azt kezdtem el csinálni, és azt ápoltam fel. Ungarmonik, én ajánlom, hogy nézd meg azt a receptet, mert nagyon jó. De nem, mintha nem bíznék a főzési tehetségedben, biztos vagyok benne, hogy te is nagyon finomat csinálsz. Nem Vera, hanem Veronika. Ne legyél már izé. Ez a jó isten hangam úgy Viktoré? Milyen Viktoré? Viktoré? Hát de én ordítok, miközben megszültem a... a sátánt, a mondjad már miben. Mi volt az a játék? Az Amnézia második részébe. Na hát ott nem szarra gurítottam, hallod? Ott aztán kijött minden. What? Állj meg! Szemem sarkában láttam egy fekete valamit elsuhanni. Képzeljétek el, hogy tegnap megint bejött egy hatalmas fekete pók, és valószínűleg nem sikerült likvidálnom. Ezért most nagyon odafigyelek, hogyha valami moccan, akkor itt van már bekészítve mellettem a felmosó, és azonnal. A bet nem volt, hát könnyen lehet. Tegnap valamikor hajnali 4 környékén jöhetett be, mert nyitva volt az erkélyajtó, annyi eszem volt. És nem tudtam elintézni, és most tudom, hogy valahol ott lehet az asztal alatt a lábamnál, nem tudom, egy ilyen szorongási érzete van az embernek. Szörnyű az egész. Hogy vagy Spektrál, mi a helyzet? Olyan, mint a pingvin harcos. Ja, hogy az a Viktor, dehogy is, hát én ordítok mi. Hát miért használnám másnak a hangját, az csicska dolog. Nevetni fogsz, csilis babom is zérecept volt. Na tessék, mert az a csávó tudja, hogy kell főzni. Itt mindenki lefikázta a múltkor, pedig egyszer próbálnátok rá rendesen a receptjeire, és fú, gyerekek, nagyon jó. Szerintem jött a család a bosszúért, hát az könnyen lehet, hogy fog jönni. Miért bántod a pókot, megeszi a szúnyogot? Nálam nincsen szúnyog, nincs mit megegyen, a lábamat eszi, ezért kell bántanom, vagy én. Melyik játéknál mennyi volt a legnagyobb nézőszám, mit a Twitch-en ezen a csatornán? Csak azért kérdezem, mert látom, most is több mint 130-an vagyunk. Tegnap Fall Guys alatt voltunk 200, nem tudom, valahányan például. De ez random. Nem csak játéka, hanem napja is válogatja. Vasárnap mindig nagyon sokan vagyunk, szombaton is többen vagyunk, pénteken picit kevesebben vagyunk, a szokásosnál talán. Nem tudom, ezt így nem lehet megmondani. Talán a Diablo 2 alatt voltunk ilyen 280-an. Amikor kijött a remaster. Azt szerintem az reális lehet. A Diablo 2 alatt rengetegen voltunk. De gondolom nagyon-nagyon sokan várták a játékot, ugye. Szevasz, Dark Demon. Isteni tikka, masszalát, azt így kell ejteni? Masszalát csináltam, oh my god, nagyon finom. Az a tikka az mi? Én csak annyit ismerek, hogy szeret tikka medgyet, és akkor a masszalát azt hiszem nem. Itt, hogyha felmegyek, akkor... Ja, várj, Mario, ott maradt egy! Ott maradt egy! Te hülye, de most leesik kettő! Jézusom! Mi történik? Várj! Hát nem tudok ennyit irányítani egyszerre! Jézus Isten! Jó, mindegy, akkor kezdjük inkább előről talán. Akkor ez így felejtős. Hát össze-vissza mentek a Máriók, láttátok? Volt, amelyik a falon ugrált. Újra. Mi volt az Oviban a jelem? Dildo, miért kérdezed? Na gyerünk! Ott van már is az összeszedtető hihetetlen cseresznye megy. Igazából megy.
Tényleg ez a megy abból a dalból, nem? És akkor a Tikkamasszona meg az ilyenek. Fogsz játszani az új Sonic játékkal? Sonic Origins. Lehetséges. Milyen platformra fog megjelenni a Sonic Origins? És mennyire lesz jó szerintetek? Ott mi történt? Ott valakit megbántottak? Vagy mi volt az? Most nem az lenne a lényeg amúgy, hogy váltsunk izére, Toadra, és akkor Toaddal bejövve a pályára, itt még összeszedhetnék egy darab elképesztő magasságokban járó és hihetetlen valamit. PS4, PC, szuti, többit nem tudom. Aha, hát figyelj, majd meglátjuk, jó? Én nem vagyok egy nagy Sonicos, én mindig a Mariót szerettem inkább. A Sonic az nekem egy kicsit szenvedés volt, mert nem igazán tudtam megérteni, hogy hogy működik. Szevasz közben, mindenkinek, aki érkezik, az előbb láttam, azt hiszem Steelhammert is, bocs, ha nem köszöntem, üdvözöllek itt mi nálunk. Szia Aquila, szia mindenki másnak. Szóval ez a Tika Masala, ez mi a fene? Az hogy készül? Fördőzi egy scam. Jó estét mindenkinek. Miért mondasz ilyet, Iván? Szerintem nem scam a csávót, szerintem zseniális kajákat főz. Az a csaj, akit a múltkor néztünk, akiről még azt sem tudtuk, hogy csaj, mert egy könyök volt. Na az volt egy scam. Az volt egy scam, mert 3 órán keresztül kirakott egy medencét a szobájába, és soha nem jelent meg, csak a könyöke. Ugye? Na az scam volt. A fördőzé az odaáll, az megcsinálja, az megfőzi neked, megsüti neked, attól neked nem kell félned, hogy nem lesz kaja. Na, oda néz. Szóval itt változtatunk egy karaktert, valamelyik gombbal, B-vel, és akkor Toad, igen, a kis kék harcos, még nem is játszottunk vele soha, és akkor mi fog történni? Egy könyököt lehetett látni, igen. Azt a Toadnak is van cicája! Hát ez rohadt menő! Hát ez nagyon király! És neki más színű cicája van. De menő ez! Na ez fördőzi a gasztronómiában. Na, te meg egy akkora hazudék vagy, vágod Iván, ide jössz, az hülyeségeket magyarázol. Nem tudod alátámasztani, csak mondasz valamit. Ó, és akkor így lehetett összeszedni ezt? Wow! De hát akkor hova dugták el az utolsó csillagot? Valaki tudja, hogy hova dugták el az utolsó csillagot? Mert én most teljesen meg vagyok ezen lepődve. Hát itt kéne lenni az elején valahol. Itt. Ez most nem jó. Várjál, srác. De így meg nem férsz rá, hát... Várjál, így kell balra, jó? Így rámehetsz. Lassan, egymás után szépen sorban. Hol lehet az eldugva? Nézd, itt ez. Na hagyjad már! Hát meg volt törve a beton! Hát hagyjad már! Ez azt igen. Hát ez mekkora egy... Opa, egy leesett. Ja, így meg már nem tudunk átmenni! Várjál! 5! Siess már! Oh no! Hát ez így nem sikerült! Honnan jött a hatalmas cica szeretet? Ez csak a kedvenc állatod? Hát nem, hát az vagyok. Hát mit csináljak? Hát annak születtem. Hát rohadt nehéz rám így játszani vágott hüvelykúj nélkül. Most miért kell ezt felhozni már megint? Hú, de intenzív. Igen, hát iszonyatosan nagyot megy a Mario most. Kis szemét lát a Toaddal. Most felszedtem mindent? Igen, és megvan a cucc is. De kellene nekünk még egy darab, hogy átmehessünk a másik oldalra. Máskülönben nem lehet megcsinálni ezt a pályát. Coinokat azért elhozom még. Az új Sonic játékokat dolgoz fel, ezeket Sonic 1, 2, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3. Tehát akkor az Origins-ban felújított verzióban lesznek a régi Sonic játékok. Én nagyon félek tőle. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Jó, nem baj, nem érdekel. A lényeg, hogy túléltem. Na, izé lesz majd a csillag ugyanúgy sárga lesz, mert összeszedtük az előbb már a 10 000-et belőle. Na, és akkor így megvan a stamp is, tehát kimaxoltuk ezt a pályát. Tehát nekem egy ilyen szenvedés volt a Sonic egy picit. Annak ellenére is, hogy király, meg minden, de nem tudok egyszerűen mit kezdeni azzal a hihetetlen sebességgel, amivel össze-vissza száguld a pályán. Meg nem tudod, nem látod, hogy hová megy. Tehát nagyon-nagyon pici szegmensét látod a teljes térképnek, ami nagyon sok szinten keresztül terül el. Tehát most érted, ilyen kanyargós, elkezd, gyorsítod, és akkor elkezd száguldani, ugye pörög előre, mint a vadállat, akkor nyilván ilyen pályákon mész, tehát hogy mondjam, hát mint hogyha egy hullámvasút lenne előtted, kb. Össze-vissza kanyarogsz, különböző szinteken mész át. Biztos lehetsz benne, hogy a pályának a 90%-át elmisszeled, és soha nem fogod látni, hogyha csak úgy végigmész.
És ez engem frusztrál a Sonic-kal kapcsolatban, hogyha gyerekként én Szegás lettem volna és nem Nintendo-s, akkor lehet, hogy azt szeretném jobban és nem a Mario-t, de nekem így a Sonic az egy kicsit ilyen mindig olyan, hogy hát van, meg minden. A múltkor tök jó volt a Sonic Mániával játszani, de ahhoz úgy túlságosan nem. Nincs motivációm, hogy elővegyük újra, pedig még be kéne valamikor fejezni azt is. 125 csillag! A gyerekek ennyit nem tudnak ám összegyűjteni, tehát ez most egy világrekord, amit láttok itt éppen a ticsper.tv.mókással, amit éppen megdöntök. Tegnap nagyot ment a DD, majdnem sikerült tüdő, visszanéztem a vadot, bealudtam. Hát, azért kellett volna még oda egy valami olyan egység, ami a hátsó pozícióba tud verni. Melyik legyen? Úristen, Tóddal megyünk. Melyiket szedjük fel? Várjál, egyes a kicsi doboz, kettes a nagy doboz. Választhatok. Olyan felújítás, mint a Crash Ancient Trilogy. Aha, érdekes lesz majd biztosan. Nem tudtam róla, nem akartam tapintatlan lenni. Macskákhoz képest egész jól megtanultál emberül. Köszönöm, Veronika, nagyon igyekszem. Régi játékok lesznek benne. Helion segített volna. Hát igen, csak a Helionnal el is kell menni ugye odáig. 1-2, 1-1, 2-2, eddig semmi. 1-1, 1-2-2. Egy darab egyessel megyünk. Nem, bocsánat, Starkabisznek is van egy kettese. Akkor most a Steel kettese döntött el. És ott is van az összes királyság, amit csak össze lehet szedni ebben a játékban. Hogy legyen? Várjál. 1, 2. Ez tiszta menő dolog. És akkor utána vesszük fel a bumerángot. Ez is rohadt menő. Hangja van az itemnek. De király, és akkor utána végén veszik a cicát, mert a cica a legjobb. A cica az szerintem ennek a játéknak az értelme. És akkor most lesz egy bumerángunk, hogyha váltani akarnak, akkor lesz bumeráng verzió, és akkor lesz cica verzió. Ez lesz így a legjobb. De nem már, ne Tóddal játszunk. Tód is jó arc, de hát nem a legjobb arc. Mindenki tudja, hogy Mario-val kéne nyomulni. Mert hát a lányok biztos, hogy izével, a Princess-szel, Peach-sel akarnának játszani. Opa, ott volt valami. Jó. Tudjátok már, hogy a szerencsejáték az nem éppen egy olyan oldalam, amit hát úgy szoktam úgy hajtogatni, szóval én nem vagyok egy nagy szerencsejátékos, de ezt most meg ezt ki fogom maxolni. Figyeljétek, a bumeránggal fogunk kezdeni, jó? Nem jó. Nem baj, ezt is lehet látni, ahogy pörög, a levelet is. Jó. Mi lehet a következő? Jó, a bumeráng után itt kaptam el. Nem volt jó. Ez a levél egyébként hol van? Mármint, hogy a bumeráng előtt egyel? Igen, szerintem igen. Úgy nehéz megnézni a sorrendet. Egyébként, hogyha még egy virágot felszednék, az is két élet volna. Jaj, hát a hét élet már nem lesz meg, de még három lehet belőle. Hát mondom, hogy lesz belőle három. Hát de mindig egyébként hármat tudok csak kiszedni. Valamiért a negyediket valahol elrontom. Szevasz, újgab! Üdvözöllek, nagyon örülök, hogy itt vagy ma este velünk. Remélem, hogy jól telt a mai napod. Meg hogy így az elmúlt napjaid is. Csodálatos Mario játékpog, csak nem imádod te is a Mario-t. Egy igazi Mario függő vagy? A következő pálya. Szerintem ma befejezzük ezt az ötödik világot. Egy kicsit hiányozni fog ez a játék egyébként, mert nagyon megszerettem. És így, hogy egyből maxra megyünk. Jaj, ne, elfejtettem, hogy nem Tóddal akarok lenni. Hát most már Tóddal vagyok akkor. Itt mi lesz? Nézzük meg minden szögből. Hát, ha itt lesz valami? Nem. Akkor indulunk. Mert... Wow! És hogy beleálltam oda a földbe? Ott mik mennek lefelé? Ezek hangyák? Kaptunk egy cicát. Jó, az egyőre rendben. Itt meg fel lehet menni, hát előlem nem fognak eldugni semmit amúgy. Semmit amúgy. Ne gondolják már, hogy itt a csillagokat itt fogom hagyni. Jó, itt nagy sebességgel.
intézzük el az összes hangját a világon. Jaj, hogy átmentem rajta, ezt senki nem látta, ugye? Egy kisebb-kisebb bug történt. Egy egész életet szerünk itt össze, itt még egy cicát kapok. Ott le lehetne mászni, de nem mászunk oda le, szerintem ott nincs semmi. Most ezek azért mennek le, mert... Nem. Hú, nagyon keresem a csillagot, bocsánat, valahova eldugták. Nem az első csillagot. Ilyen blokkokból épül fel a pálya, nem erre kell menni. Ott még lehet, hogy le kell esni, mert ott még hátra van valami alattunk, de nem látok ott lent sem semmit. Oké, mehetünk tovább. De királynak tűnik ez a Mario game. Miles Course, ez egy nagyon-nagyon jó játék. Szerintem az egyik legjobb Mario játék, amivel életemben játszottam. Három csillag is van itt. Ott van egy bent, balra. De most nekem le kell itt esnem vissza. Már hogyha ide esek rá, nem jó. Nem, ezt nem így kell. És csak itt mész, és... Leesel. Megvan. De micsoda szép ugrásokkal, vetődésekkel. Ez volt az első csillag. Oké. Akkor menjünk újra felfelé. Most. És most. Mehetünk tovább. Ott nézd, milyen hosszan terül el az a föld nyúlvány. Nem szoktunk ilyen nagy pályákon lenni. Valami itt most nagyon szokatlan. Valami most máshogy működik. Miért? Mit raktak ide ki? Jaj, te hülye! Jézusom! Hogy másztam vissza? Wow! Láttátok, hogy visszamászott az oldaláról? Azt a! Oké, és akkor most ide bemész. És kilőnek. Wow! Ez nagyon menő! Wow! Ilyen nem szokott lenni ilyen hely. Hát, szana, szétszedjük az életeket. Ott vannak a nyusziknál a kis csillagbigyók, nézd csak. Csalikolt, szevasz, Martin Stark, de hogy is, hát én így nyerek. Hála Istennek, ekkora capture card, ezek szintok. Hát, ne tudjátok meg ma, mit paráztam össze. Elvitte? Add csak ide. Ne tudjátok, hogy ma mit paráztam össze azon, hogy most közelebb raktam a VGA alá van betéve. És így működik az SSD, és működik a capture card is, de... Tudjátok, így nagyon közel van hozzá, tehát nem tudom, hogy most lesz ettől baja, vagy ilyesmi. Ezeket végigverem. Ez hülye ötlet volt. Itt kapunk egy két extra szekundumot. Hol lehet vajon a stamp, és hol lehet eldugva a... Hol lehet eldugva az utolsó csillag? Ott fent van valami? Nem, nincs. Na jó, a cicámat visszaveszem inkább. Hát de ki tudja, hogy melyik bokorban van a csillag. Ez mit csinál itt? Nézd, ott van valami. Hát ez mondjuk nem sok éppen, nem baj. Megebesz valamelyik? Ja, lehet. Ez leesett. Azta! Wow! Jó, hát... Hát ezt nem egészen így gondoltam, de nagyon király volt. De várj, hogyha azt most legyőzöm, akkor ennek a hátában van benne a... Ne, ne es. Most lehet. Jó, oké. Okay. Ez nem is érdekli, hogy... Na jó, akkor hagyjuk békén. De legalább megvan a stamp. Még egy csillagnak kell lennie valahol eldugva. És nem itt a vízben, ugye? Nem. PCI slot lenne rossz? Nem. A második SSD-nek a berakásával letiltotta azt a PCI-t. Nem tudtuk, hogy így lesz. A harmadik slotot. Itt lesz a csillag, nézd csak. Meg lesz. Egyszer, kétszer. Szép ugrással. Jó. Megvan, minden megvan. És akkor most, hogyha erről ugrok. Csak 8000-es, ez nem jó. Hát ez kevés. Szerencsére akkor olyan alaplap van, hogy van még helyed benne. Hát egy nagyon-nagyon neccesen. Majd megmutathatom nektek egyébként Discordon, mert lefotóztam. Közben Belszegorit írt nekem, hogy ő volt az, aki mondta, hogy nem lesz baja. És akkor lefotóztam neki, hogy milyen. És aztán a capture cardot is. 8000? Ja, csak 8000-es, de 10000-es helyett, szörnyű. Ez a pálya, ez keményebb, mint gondolnád. És ráadásul, hát azért most rendesen rá kell mennünk a... A
A Mario-ra, na végre, egy rendes karakter. Hát ki volt ez a Toad? Ez miért jött? Ki engedte be ide egyáltalán? Na let's go, gyerünk. Akkor most nem kell csinálnunk semmit, csak szépen át kell, hogy menjünk ezen az egész őrületen. Itt elméletileg el lehetett még valamit csípni, nem? Nem baj. Itt egy csomó pont van. Aha, hát nem fogom én ezeket itt hagyni. Itt volt még egy macska. És már lehet is menni. Jó. Most nagyon gyorsan be fogjuk fejezni ezt a pályát, hiszen tényleg csak a 10 000-re hajtunk, és a cica alakban a legegyszerűbb ugyebár. Ja, meg emlékeztek, hogy mit fogok itt még összeszedni? Na, hát ez menőség, nem? Aha, főleg, hogyha ott lezuhansz. Ennyike? Hát a világ összes élete meg lesz. Át, üstökösként száguld végig a pályán. Hát de mennyi coin? Hát ennyi coint nem lehetett látni régen a Mario játékokban. 90 életem van. Hát az előbb jöttem bejátszani, azt mondja, már 90. Itt mi van fent? Wow! De hiszen ez nagyon menő. Hát micsoda sebességgel lehet itt közlekedni. Ez igen. És hogyha ezeket mind legyőzöd, akkor mi történik? Ja, még? De ez örök élet? Ez örök élet szerintem, igen. És nem enged bemenni. Jó, hát nem kell nekem mindent ándon meg piszkálnom. Gyerünk gyorsan tovább. És... onnan fogunk tudni ráugrani. Nem tudom eldönteni, hogy egy cicás alakban hogy lenne egyszerűbb, vagy irodalmasabb. Ó, shit. Azért itt könnyen megütheti ám az ember a bokáját. Na figyeld, hopp! Na hát, de mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha csak így ugrok. De a cica szerintem alapvetően nagyobbat ugrik. Elhagytál lyukat a leesésnél a 3 csőnél. Elhagytál lyukat a leesésnél. 3 csőnél? Biztos, hogy nem. Mert, vagyis, hogy persze, de most ki van maxolva a pályán, és csak? Tehát, hogy most itt megvan a stamp is, látod, meg a 3 csillag is. Tehát másodszorra csak végig kellett szaladni rajta. Ilyenekre ki tud gondolni? Mármint a izére gondolsz, hogy az SSD letiltja a 3. PCI slotot? Hát attól én is egy kicsit megmentem tegnap, amikor Ati mondta, hogy neki is volt ilyenje, és ezzel szembesült. Itt van valami titkos dolog. Ez az 5. világ egyébként szerintem egyszerűbb, mint a 4. volt, és csodálatosan király. Látványos is, jók a pályák, jók a mechanikái. Tök jó volt, hogy most egy nagyobb világban is lehetett nyomulni. Ez mi? Mi a fene? Ez Bowser arany vonata? Ez egy ilyen extra pálya? Mi lehet ez? Lehet, hogy ez valami szivatós pálya lesz, nem? Igen, már is megyünk felfelé az Arany Expressre. Jézusom! Hát mi lesz ebből? De jó a zenéje. Ezt nem így kellett volna megoldanom. De ez tényleg? Hallod? Hát ilyen van. Hát ez mi a fene? Jézus! Ezt nem mondod komolyan. És akkor a coinokat százasával gyűjtöd be. Wow! Hát egy kicsit így most így azt a mindenit. Oda néz. Hát szabad eláll. Hát ilyen régen nem voltam. Bowser ellopott aranyvonata? Ott van lent Toad, vagy nem tudom kicsoda. Toadette, nem, ő még Toad. Mit akarsz? Meg kell nyomnom azt a gombot? És nézd, mennyi coint kaptunk oda fel. Wow! Jaj, ne, azok eltűnnek onnan amúgy. Jaj, ne! Nem csináltam elég gyorsan. Jesszusom. És akkor itt ennek a végére 96 élet? Hát és mi lesz, ha meg lesz az összes élet? Az összes élet a miénk lesz. Szerintem letiltanak minket a játékból. És még kaptam HP gyűjtést. Na jó, akkor most már rontsuk el. Figyelj. 1, 2, 3, 4. Az 10 coin? Azért akartam elrontani, mert már 96 életnél járunk. Azért ez már így is unfair. Kicsit már sok. Akartam kérdezni, hogy az egyedi commonnál hidratálást kiváltotta Isten személyesen? De szép neved van.
Egyedi command pontosan mit akar, hangalertes parancsot? Nem. Beírod a neved, és Mokibot kiírja az előre meghatározott dumád, amit szeretnél, hogy ott megjelenjen. Ha azért nem akartam hangos alapon történő dolgokat, ilyen... mondjad már, hogy mi annak a neve. Jaj, itt vissza lehet jönni az első világba? Azta! Azért nem akartam, hogy az úgy működjön, mert akkor állandóan mindegyik spamelve lenne, vagy nem tudom, és akkor az úgy lehet, hogy nem lenne annyira király. A Mokibot nem kedves ma este veled, Kata, úgy látom. Júj. Na, a következő pálya olyan, mintha egy ilyen kis üveggömb lenne, nem? És ott lakik bent egy ilyen felhúzható bombás izé. Bob Omps Below. Lássuk, mit rejt a következő pálya. Felmászok már is, mert egy cica vagyok. Akkor nem mászok fel. Hú, azta. És itt ezt ki lehet robbantani? Szevasztok, kifájék! Köszönöm szépen a raidet, hogy vagytok, mi a helyzet, mit csináltatok ma. Jaj, pubgéztetek. Jó volt a hunt, tényleg el is felejtettem mondani, hogy ma kifával huntoztunk egy picit, de olyan jó élmény volt, hát elvertünk mindenkit mindenhol. Gond nem volt egy szál sem, hát olyan győzelmekben voltunk. Még én is lövöldöztem, ami azért egy elég ritka tudomány. Ezt ki lehet oda lőni? Fogd meg, Mario, és akkor dobd rá. Aszta! Ez rohadt jó. Na várj. Itt van egy csillag bent. Aha, itt volt egy random csillag bent. Aha. Na de mi lesz, hogyha ott felmegyek? Mert itt lehet, hogy el van dugva valami. Hát de elám. Olyannyira, hogy itt végig lehetett volna menni hozzá. Aha. És azt, hogyha eldobod, akkor mi lesz? Ide lehajítod és... Semmi. Tehát be lehet menni. Wow! Ott megy egy élet. Értem én a lényegét a dolgoknak. Hát ez egy egyszerű pálya, csak... És hol vagyok? Jó, nem kell oda felmennem. Minden rendben lesz? Minden rendben. Szóval Iván megindokolta már a fördőzzéféle nagyon buta teóriáját? Menjünk szembe vele, mert ezt nem képes a nyuszi feldolgozni. Ha! Oké, megvan a második. Mi lesz ezután? Nézd, itt van bent ilyen robbantós őrület. Ezt úgy fogod megcsinálni, hogy oda dobod, és jaj ne, elvette a cicámat! Ez nem volt fair a ó, Istenem. Hát ez nem egészen úgy alakult, ahogy én szerettem volna. Ott most végigvertük az egész világot, és hogyha bejövök ide mögé, akkor mi lesz? Ú, itt van a stamp, elhaj. Á, nagyon jó, hát ezt ide rúgták el. Szia, NNRC Bence, üdvözöllek, jó estét. Földözi, buta teóriája, az meg micsoda? Hát képzeld el, hogy azt merte mondani, hogy egy scammer a csávó. Én meg nem értem, hiszen annyira király kajákat csinál. Nem értem, hogy lehet egy scammer Földözéből. Erről fog szólni a mai stream, mert muszáj egyszerűen megbeszélni Ivánnal a dolgokat, hogy ilyeneket nem lehet mondani az interneten. Na jó, és akkor most ezt hogy fogom tudni megcsinálni? Ott van felhőcske. Oké, szerintem ez egy extra valami. Talán még egy csillag is lesz be. És kajak. Ájjájáj, ez így nem fair. Hát hello, várjál. És kimész, és akkor... Ja, hogy a felhőbe kell beleugrani. Á, és nekem nem is onnan oldalról kell... Wow. Ez hogy lesz? Meg kell, hogy pirosodjon az egész map. Wow. De menő. Ez nagyon menő. De nehéz is egyben. Hát jobb lenne, hogyha nem kis Mario-lakban lennék, vagy... Á, lehet, hogy felveszem a cicát inkább, igen. Kevésbé legyen szívás, és akkor ott meg kiugrasz, akkor mi történik? Szerintem itt kell összegyűjteni Frankona izét a... A harmadik csillagot. Én úgy sejtem, hogy ez lesz az. Ott van még egy. Megvan! Nézd is, Mario alakja lett. Na hát ezt nem is láttuk közelről, de király. És valóban megvan a stamp, megvan a három csillagbigyó. Most kiugrunk szépen. És ezzel minden coin, minden idő a miénk. Lehet nyomni, lehet menni, már csak ki kell ugrani ebből a pályából. Már csak össze kell szednünk a 10 000-et. Jaj, Istenem, átalakultam. Nem baj, még így is tudok olyan farokcsapást csinálni. Hajaj. Hölgyek megőrülnek. Wow. De most azt ott a falnál, azt ki lehet még szedni? És csak? Szerintem meg lesz. Ó, de megám.
És akkor most szupersebességgel megyünk keresztül. A végén összeszedhessük a coinokat, és egy egész életet kaptunk el. Hát ez nagyon király. Ez ultramenő, az egész pálya, a kialakítása, a mindene. Szia Stark, emiszi, hogy szekált jó pihenés, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Na nézzük csak ezt meg. Aha, ez szar volt. De mindegy. fel kéne tudnom valahogy menni. Hát szerintem a cica alak ezt segíteni, meg fogja segíteni. Felmész a Google-re, beírod a kaját, amit szeretnél, földözzé. És akkor mi ezzel a baj? Hiszen jó receptjei vannak. Ott a 10 000-es a végére. Na, kimaxolva még egy pálya. Nem értem, most, hogyha aktiváltam a pont, akkor azt, csak azt kapom, más nem. Hát aranyos vagy, de ahhoz azért még egy jó pár évet itt kéne ülnöd, hogy az meg lehessen most neked így a 300 pontod mellé. Na, gyerünk már is. Egyébként hihetetlen, de látjátok, hogy mennyi stamp van még? Mert én úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok van. Hát ennyi nem is lehet a... Tudjátok, hogy miből lehet? Lehet, hogy a Bowser's Fury-ban is gyűjteni kell a stampeket. És akkor... Tehát, hogy a két játékban lesz meg összesen az egész. Maga ő, igen, állítólag. Mit akarsz ezzel mondani, Steel? Mesélj. A következő pálya. Még szerintem kettő pálya van ebből a világból. Darnius vagy Stark Emisnek azt mondtad, hogy uram. Ehhez lesz a két szava szerintem. Nézd, ebben... Ezek ilyen kis habcsók izék? Tudjátok, hogy mi ez a habcsók? Gyerekek, most ne figyeljenek. Wow, hogyha... Ha szétütsz egy olyan bigyót, akkor megváltozik a pályának a felépítése. Jaj, nem, te hülye. Hát, hogyha ugrasz, akkor is. De mi? De hát ez hiszen ez csalás? Ha ugrasz, akkor megváltozik... Hát kajak. Ha ugrasz, akkor megváltozik. Aha! Nagyon kis cseles, nagyon cseles. De tetszik egyébként. Jó mechanika. Szellemírtokban nagyon bírtam a habcsók embert? Hát nem egészen. De azért jó próbálkozás. Kérem vissza a sziszámat. A street food kaják amúgy is rohadt jók, ő meg jól készíti előket, sok jó tippet ad. Ennyi nekem elég. Nekem is, szerintem is. Valaki rögtön a polóra megy, én inkább elverem az összes pontomat, és sosem lesz... Mi? Sosem lesz meg nekem. Kucsi, hát miért ne lehetne? Bárkinek meg lehet. Bármi szeretnél lenni, ha nagy leszel. Mi? De várj! Ó, jesszusom! De ezt hogy szereted? Ja, jó, így, egyszerűen. Megint csak 30 pontod van? Ez a scam lényege, hogy mindent meg tud csinálni és finom? Nem ez a scam lényege, az, hogy átverjen, nem? Én azt hittem, hogy az a scam lényege, hogy lehúzzon, átverjen. Egy kamu legyen az egész szolgáltatás. Mi lesz most? Ezt nem teljesen értem, hogy most miért kellünk ketten. De hát már jön velünk ez a kis gumba, a kis Decepticon. Várj, ez itt nem lesz jó, ez itt nem lesz jó. Megváltozott a menetirány? Szia, what the fuck a... Az előbb? Nem tudom, valami történt. Jöttek hozzánk, kifájék, igen. Ha arra gondolsz. Jézusom, inkább menjünk fel itt, jó? Ezt nem érzem biztonságosnak. És akkor mi lenne most lent, hogyha itt lemennék? Jaj, ne, az ott fent egy virág. És most meg mit csinál? Hát de hiszen ez szörnyű. Hát de... Frankon kiírtotta a cicámat. Na jó, húzunk el innen a másik oldalon is, csak ugyanaz lett volna, nem érte meg. Mondjuk elég menő, hogy ilyen sok coint ad, de hát... Jó, hallott 15 coin, és át kéne váltani az életek számának 100-ba. De 100-ba nem fog átváltani. Most mit fogunk csinálni? Hát ki lesz maxolva a játék? Úristen, 9... Nem, 8 coin és vége a játéknak. Most mi fog történni? És akkor úgy kéne itt állnom, hogy ráállok, és áú, te hülye. Aha, várjál. Egyszer ráállunk mind a kettőre. Jaj, jó, persze, hogy a viharban ne... Na, még egyszer. Hogy vagy, what the fuck, milyen napod volt ma? Ha sok talált van rád a YouTube-on, akkor Google-ben is magasabb helyre kerülhetsz, meg ha jó, a search engine... Options, search engine, showed, optimalizáció, optimalizáció, igen, akkor is, tehát scammer vagy, mert jól csinálod, amit csinálsz.
Hát azért ez egy nagyon nyakatekert logika. Szerintem ezt azért így a... Hát így azért én ezt nem mondanám. A Returnal ezekből a korokból vette, körökből vette az ötletet, biztos lehetsz benne. Így már nem töröd el a játékot? Hogy? Na várjál, mert azt kéne csinálnom, hogy ez mindjárt itt betámad, és akkor az egyik Mario elmegy erre, hát ez rohadt nehéz lesz így viszont. Na, figyelj, az egyik Mario... Te szemétláda! Hát de most ezt már megint nem lehet akkor megcsinálni. Most az van a lényeg, hogy ugorjak rá mind a kettőre egyszerre. Menjünk inkább le, hát ha itt lesz a stamp. Jó, és akkor most mi lesz? What? Ja, hogy itt nekem csak ugrálnom kell, nem kell felmennem. De hiszen ez teljesen máshogy működik, mint bármi, amivel eddig találkoztunk a Mario világában. Láttátok? Annyi lett volna az egésznek a lényege. Hát nem hiszed el. Ó, atyavilág, de most már majdnem meg lett. Jó, nem érdekel. Tehát, hogy csak ott állsz és ugrálsz, és akkor ennyi. És csak? Tehát nyomod, és... Egyet ugrasz. Most mi lesz? Ott az oda megy, és... Jaj, de az nem jó! Még egyszer. De add már vissza. Hát ez így nem nagyon jó. Még egyszer. Hát nem, engem nem fogsz átverni. Hát azért ez így nem lehet. Kérem. Na figyelj. Tehát így elindulsz, és most felmegy, majd leesik. Ott végig gurul. Nagyon jó. Itt nagy sebességgel érkezik. Igen. Megüti a P-t, és na, nagy királyság. Oké, megvan a második is. Tudtam én, hogy amúgy ennek az a te kex, láttad? De hiszen ez valami Oreo őrület. Mi van, ha megnyomod mind a két gombot egyszerre? Wow. Nem szabad ugrani. Nem tudom, mit csinálok. Nem is érdekel. Nyomom. Ne, lemaradtam róla. Lemaradtam. De ez nagyon nehéz. Hát annyira... Fú, itt mindenre is nagyon figyelni kell, de most már látom, hogy nem is kell nekem az a doboz bigyó. Hát felelséges, hogy ketten legyünk, ha miért lennék már ketten? Hát egyedül is tök sokan vagyok így. Ez egy kapa reflektáció arra, hogy Iván csak annyi magyarázatot ad, hogy rákeresek erre, akkor főtőz volt. Főtőz? Főtőz. Hát a fritőznél én egyszer kipróbálnám, sokat gondolkodtam rajta már, hogy legyen. Tehát bevállalnék egy fritőzt itthonra, de hát ki... Te hülye, hát leesel. Mario, mit csinálsz? Azt a mindenit. Sokat gondolkoztam rajta, hogy lehetne, de nem olyan egyszerű ez a dolog. Pénzügy... Hopp! Ez igen, az ugrás. Elfejtettem, hogy ez egy másik mechanika. De gyerünk újra. Meleg levegős fritőz szerintem jobb. Pontosan azon gondolkodtam, igen. Tehát vagy fritőz, vagy a meleg levegős őrület. Mert az egyik egészséges, a másikat meg nem használnám ki. És akkor melyiket választod? Tehát nyilván azt, amelyiket nem használod ki. Nem, egyébként csak viccelek. Tehát tényleg tökre gondolkodtam, hogy akkor legyen, ne legyen, mi legyen. És arra jutottam, hogy nem vettem semmit inkább a kettő helyet, egyet sem. De most azt felveszed. Gyerünk. Ilyetlet volt, mert eljövök ide, mert nem vágom, hogy mit akarok, ugye? Aha. Jó, sok életet most lenullázunk itt, mert már túl közel kerültünk a kimaxolásához a játéknak. Semmi közel receptekhez, mások találják ki, és az ő neve viszi a boltot, így kereszt érteni. Nem, senki nem érti, mit akar mondani Iván, mert csak hülyéskedik, mert itt betrollkodott nekünk. Forró levegős fritőz megváltoztatja az életet. Látod, ilyen hülyeségeket beszél egész este, mert nem ivott ma alkoholt. Mindig ezt csinálja. Nézd, most megkönnyítik a pályát. És akkor átmentem aranycicába, ami egyébként nem is arany. Wow! Tehát most szándékosan bekönnyítették az egészet. Na most ilyet még nem láttatok. Ami most lesz, az egy egészen új mechanika, egy új Mario. Minden, amire eddig mágytál. Csak itt nálunk. A TicsperTV.vokáson. És megvan mind a három, és most már csak annak az egyetlen egy darabnak kéne meglenni, amit van kint, de ahhoz ketten kellünk. Jó, nem baj, visszamehetek én még oda. Tehát van erre még idő talán. Várj. Oké. Okay. Oda át, jó.
És hogyha ide visszajövünk, akkor már csak át kell vezetnem a két delikvenest, ugye? Mert ezt megtehetném. Nem is sebződök, mert túl király vagyok. Hát ezt így kell végigjátszni ezt a játékot, nem kell neked sebződnöd. Hát érted, azt mondod, ja, elég volt a sebződésből, akkor kapcsoljuk ki. Azt menjünk tovább, ennyi. Easy, várj. És akkor nem is kell félni tényleg semmitől. Hát egyszerűen ez tök egyszerű akkor. És akkor így megérkezel ide a Mária Stinfer Frasséra, ahol rögtön tudtad, hogy ez már nem a mi falunk. Kimész, megvan a stamp. Már csak attól kell kicsit félni, hogy majd elég lesz még a 186 szekundum, vagy nem tudom mi az, hogy ezt így befejezd. Wow. Hát persze, hogy elég lesz, hát nézd már. És ott van a 10.000 pont. Hát de ilyen szintű kimaxolásokban? Hát érted, a játék azt mondta, hogy hallod, Moki, olyan király vagy, hogy leveszük rólad a szerzőt, hát ez felesleges neked. Hát nagyon-nagyon jó volt. De mennyire rewarding, Mária? Mária Mario. A Mária sem szar, amúgy csak az egy másik játék. Az olajos fritőz most anyagi csőd, olajárak megszaladása miatt, de csak azért, mert fél éve szántam rá magam, hogy vegyek. Hát nem tudom megmondani, mert én nem szoktam sok olajat elhasználni. Én veszek egy liter olajat, az nekem szerintem hónapokig, sok-sok hónapokig elég. Mert most mihez használom? Hogyha hús sütök, akkor nem, tehát bundás kenyeret évente egyszer eszek, palacsintát nem sütök, ilyen olajban sült dolgokat nem szoktam magamnak csinálni, egymagamnak. Tehát akkor lenne ez az egész király, hogyha tényleg ilyen meleg levegős őrülettel tudnék sütni ilyen őrületeket. Mária, miről beszélünk? Arról, hogy a vakáció az most már közelek, kucsi, hogy vagy? Mesélj, szevasz, Terax. Na gyerünk gyorsan. Most lesz. Persze, a bumerangot azonnal elkapom, amikor el kell kapni. Ott van 2. Most lesz meg a 7, elhiszed? Három már megvan. Most meg lesz. Hát nem hiszed el, de megcsináltam. Hát megmondtam, hogy meg fogom csinálni, és erre meg is csináltam azt a mindenségét. Hát ez minden gyermek életében egy hihetetlen pillanat, amikor végre a Mario-ban a 8 upat összeszedi, és nekem ez sikerült is. 103 élettel megyünk tovább már is. 100-szor is meghalhatnék, meg akár 102-szer is, akkor is lenne egy 103. életem. Ez egy gyors matematikai számítás alapján jött létre a fejemben. Na gyerünk, let's go! Hát azt a mindenét! Végre sikerült megcsinálni ezt is. 103 életet, nem akadt ki 99-nél. Akkor ezek szerint 999 a max. Kaptam egy stampet, szevasztok! Ez ennek az előző helynek a princessa volt, vagy nem tudom, egy kis ilyen dolog, amit ki kellett szabadítani. Na szóval, itt van még egy pálya, és szerintem ezzel a World 5 be is fog fejeződni. Hol van az a gomba, amit nyomni kell? Aha. Van itt még az 5-7, meg a vár. És tényleg ennyi. Hát ez úgy tűnik, hogy akkor az 5. világnak 2 pályája maradt, aztán majd utána akkor szünetelünk, és akkor váltunk játszást. Searchlight Sneak. Jó, nézzük, hogy ez miféle pálya lesz. És itt nem szabad beleállnom majd a Searchlight-ba? Az könnyen lehet, hogy azt akarja, hogy ne állj bele. Mert akkor így lőnek, ugye? Aha, de ezek össze is lehetnek csicskítva. Ez tök király. Jó, figyeljünk a csillagokra, mert nem tudjuk, hogy hová dugták el őket. Szevasz! És hogyha erre ráugrasz, akkor onnantól a tiéd a világ. Nagyon menő. Oda kivegyünk. Hát szerintem ezeket nem éri meg összeszedni. Figyelj, 103 élettel megéri. Jesszusom, azokat kiverik a földet alulon. Meg a fogadat is, ha nem vigyázol. Gyerünk tovább. Így szépen fölfelé. Én nem látom, hogy hol vannak itt a... Ezt lehet amúgy vinni is. Nem látom, hogy hol vannak a csillagok. Azért kapunk ilyen bigyót, hogy... Átugord a jelzőfényt, vagy mi? Jaj, nem, már, hát ne, komolyan. Várj, jesszusom. Hát de hiszen ott van fenn. Hát de hagyjad már. De én nem tudod elérni. Már jó, ne szórakozz velem. Fogd meg, te dorép. Oké, megoldom. És ez volt az első. Akkor vigyük tovább magunkkal, mert ez úgy tűnik, hogy eléggé királya működik.
nagyszerű minden. Ezt ki lehet verni? Menj onnan. Á, de elment a lehetőség. Aztán nem jó járt. Ez elég kemény azért így. Ezt szerintem ezt a gyerekek ne nézzék. Hát ez iszonyatosan durva. Hát olyan szinteken soroznák a Máriót, hallod? Ezt most elhoztam magammal, de vajon kell-e nekem? Itt vannak ilyen pontok. Szia, Bence, jó éjszakát! A fitőz egy fél liter, két liter olajjal indul. Annyi kell bele, kb. Süti szeretne benne az ember. Na jó, de hát az újra hasznosítható benne, nem? Szóval, hogy egy fitőzbe, hogyha raksz olajat, akkor azt többször is használod. Na hát, te is felugrottál, meg én is, az most a szép volt. Ott van fent a stamp. Most ezek nagyon támadnak. De hiszen ez szörnyű. Engem nem fogsz ott megcsiskítani. Te meg a hülye haverod. Nem is látja, hogy ott vagyok. Menő. Na és most nézd meg. Nem kaptam semmit innen. Hát én mondjuk totál elhittem, hogy itt majd lesz valami. Ott benn van valami? Leestem? Hol vagyok? Mi történik ide bent ezen a helyen? Lehetne itt olyat, nem? Hogy ideugrasz, oda, meg ott... Nem. Pedig ott van fent egyébként hely, tehát hogy oda fel lehet jutni valahogy, de hogy? Nem érti. Ezt betörjük. Jó. Akkor most úgy megyek, na, szerintem ez lesz a megoldás. Nem tévedtem, de nem baj, jó lesz. Ez hülyeség volt. Jesszusom, mi? Ja nem, azok picik, csak nagynak tűnnek. Egy pillanatra meglepődtem, mekkorák voltak ott a rakétánk. Hát ilyet még ember nem látott. Itt bemész, és akkor kiszedhetsz valami jóságot, hogyha jól sejtem. Igen, a 8-ért megkaptam cserébe a hihetetlen levélbigyót, amivel, hogyha ezt elviszem magammal, szerintem a harmadik csillag következik, a stamp már megvan. Akkor volt egy hely, amit kihagytunk, ugye? Itt van még egy kis extra idő, ezt fel is veszem. Szerintem kimaradt a dolog lényege. Itt a bal oldalon még annó. Amikor itt erre mászkáltunk. Nem jó? Jesszusom, a fél világ rajtam van. Hülye. Hát hányan jönnek? Itt volt valahol, nem? Nem, innen jöttünk erre. Hiszen ezzel akarja magát dobatni. Itt, ez lesz az, szerintem megtaláltam. És akkor oda kellene feljutnom. De hát mivel? Jó, igen, tudom, hogy nagyon szívásban vagyunk. Nem fogok tudni oda felmenni. Hogyan fogom tudni összeszedni a végén az utolsó csillagot? Na, inkább húzzunk akkor kifelé a pályáról, majd visszajövünk. Jaj, hogy itt visszafele oda mész. Jaj, ne. Oké, erre nem számítottam, hogy visszafele jutok oda majd. Hát azért, oké, kicsit talán elkalkuláltam magam. És akkor be kell állni a tutiba, hogy kiüssék nekünk azt a csillagot. Akkor megvan az összes. Megcsináltunk mindent, kimaxoltuk a szintet. Már csak a 10 000-et kellene elérni a végén, és azzal lennénk mi a legkirályabbak, akik valaha játszottak ezzel a játékkal. És csak ott lehet felugrani hozzám, még van 40 szekem, szerintem meg fogom tudni csinálni. Lassú ereszkedésben fogok érkezni. Figyeljétek meg! És most... És ott is van a pályamaxolás. Szevasz zsemnek, kutya, hogy vagy? Mi a helyzet? Akkor az az olaj ugrott is, meg büdi, meg olajat eszel? Aha, biztos. Nem tudom, én mondom, én nem vagyok egy ilyen kiskorodban még menő az, hogy tolják, meg ugye jobb helyeken ilyen fritőszparti gyerekeknek az event, szóval nem minden nap eszi azt a fost. Mi? Van ilyen, hogy fritőszparti. Én netzpartit hallottam, hogy az van, az rohadt király lehet. Budapesten szokott lenni ilyen. Érdemes felutazni a nagyfaluba a netzpartira néha. Fritőszpartit én még nem hallottam. Fondi van még, ami nagyon hülye, ilyen francia szó. Összekenhetitek egymást ugye kakával, minden szarral, hogy forog a kaka körbe a izén. Na nézd csak, itt akkor el lehet menni balra. Milyen napod volt, zsemek, ugye mesélj. És akkor ezt már legyőztem? Ez már megvan. Nosztalgiáztam kis Blood Rain-t, az igen, az mondjuk valóban egy retro élmény lehet. Én nem is emlékszem arra, szerintem lehet, hogy soha nem is játszottam, vagy ha igen, akkor már nem tudom. Nagyon kicsi gyerek lehettem. Semmi nem maradt ebben a világban? Nézzük már meg biztos, amit tuti alapon. Ennyi lett volna az a... Jaj, mi történt? Wait, nem. Nem ezt akartam. Tehát, hogy itt...
Igen, csak a vár, a benne lévő három csillag, a boss és a 10.000 pont meg a stamp, és azzal ki is van maxolva az ötödik világ. Hát egy kicsit hiányozni fog azért így ez a játék, hogy már is itt vagyunk a végén, de tök jó, hogy ilyen 6x7-szer ültünk lejátszani. Ez mondjuk egy pozitívum, hogy beleraktuk a tartalmakat, tehát ilyen 100 életben meg ilyenekben vagyunk, mert 137 csillag, akkor innen ki fog jönni majd a 140, és az utolsó világban kiderül, hogy mennyit fog még majd adni nekünk a játék. Hát ja, Iván, igen. Szevasz, Tücski, hogy vagy, mi a helyzet? Megyünk már is be a következő tündért kimenteni Bowser kastélyába. Ez most ide, aha, igen, ez full Fall Guys, ez nagyon király. Láttátok, hogy hogyan mozgott? Hihetetlen jó. Ilyenek miért nincsenek Fall Guysban? Mert tök jó lehetne logikázni vele, hogy körbe-körbe mennek ezek a dolgok. Ugye a négyzet oldala mentén fordul a dolog. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ide beállsz, akkor ugye most balra megy, nem menő. Hát mindenki látja, hogy ultra menő. Kis csinát ott összevertük. Ez mit csinál? De hiszen ez egy egyszerű lift. Csak ilyen tök menő karos mechanikája van, derékszögű őrület. Az ilyeneket így, hogy is hívják a izében? A gépészek ezt a karos mechanikát, mindenki ismeri ugye, hogy miről beszélek. Haver, ezt nehéz lesz összeszedni szerintem így ennyi idő alatt, de megpróbáljuk. És egy egész csillag volt benne. Reméljük, hogy az első csillag. Oké, akkor eddig még nem misszeltünk el semmit. Menjünk tovább már is. Ez a pálya fele? Ezek meg oda-vissza mozognak. Érdekes, ezek nem mennek sehová, csak így tök lazába oda-vissza forognak. Hol lehet vajon a következő csillag? Hát mindenki már arra hajt, hogy Jézusom, mikor találja meg a csillagokat? Hát teljesen szét vannak menve az emberek, így lelkileg, idegileg, már mindenhogy Mónika. Ott van benne, nézd meg! Hát ott viszi a csillag, hát hogyha nem láttam volna, hát akkor nem mondtam volna, hogy láttam amúgy. Jó, megvárom, most már lesz még idő. Mindjárt jön, mindjárt ott lesz. Ez itt kettő ilyen bigyó, ami váltja egymást. Úristen, de jó ez a játék, hát egyszerűen megőrülsz annyira, király. Hát szuper jó ez a game, komolyan. Jaj, várj, ez leesik, te hülye. Na hát most oda lett a cicán, te majom. Hát hogy fogom ezt most megcsinálni? Jézusom, azt otthon hogy magyarázom meg? Ne vidd el! Hallod? Levitte a bónuszt! Láttátok? Átfordult és lenyomta a bónuszomat. Azt most itt állok kis Marioként, hallod? Kis csíra vagyok. Hogy lenyomta már azt, láttad? Na, ilyet nem tudtam, hogy tud csinálni a játék. Azt hittem, hogy a platform át fog menni rajta. Most. Oké. Okay. Ja, megvárod. Nagyon jó lesz. Megyünk megint tovább egyel. Lenyomta a platform. És ez a fő boss maga? Lehet, hogy itt fogok kap... Ez mi lesz? Ez egy boss amúgy? Várj, a hátára kell ugrálnom? A régi mechanikák szerint igen. Azért van X a hátán, hogy mutassa, hogy ide ugort egy csíra. És mit csinálsz? Hát egy kicsit nehéz a dolog, de... Hogyha most odafordulsz... Igen, így, most lehet ugrani. Nice! Na hát easy ez a boss, easy ez a life. Na figyelj csak. Oda kell menni, ahol a... Nem, az nem úgy megy most. Mit csinálsz? Mi? What? Jaj, oda nem szabad lépni. Azt hittem, hogy így is szabad rá. Jó, bocsánat, elrontottam, mert nem tudtam, hogy oda nem lehet menni. Ez nagyon ötletes egy boss. Nagyon tetszik nekem. De hol lehet a harmadik csillag? Mert azt meg amúgy elmisszeltük, vagy nem tudom. Lehet, hogy a boss fogja majd megadni. Csak eddig nem volt annyira jellemző talán, hogy a boss adja meg ezeket a dolgokat. Legalábbis ez a harmadik csillag, ez most ilyen talány számomra. Végre megkaptam a szupercicát. Mindegy, hagyjuk a... Felejtsük el, jó? Nem kell az nekem. Kár belém, meg ilyen dolgok. Jó, persze, hát végigveretem magam az egész pályán. Nem baj, kék-zöld Márióként érkezem meg a boss arénába. Rá a Batlagra pont. Szomorú a sors. Azért menő lenne, hogy mi? Mi lenne a menő? Bocsánat, nem tudtam elolvasni az imént. Itt a bossnak nem értette meg a második működési őrületét. Figyelj, akkor most így rád megy. Igen, tehát mindig a másodiknál van a lényegi rész. Szevasz, Szerisz, hogy vagy? Figyeld, mozog. Igen. De ne csináld. Jesszusom.
Megvan a második, de ez most megint durvulni fog? Ez most még nehezebb lesz? Igen, itt lefordul. Oké. Okay. Hát nem volt ez egyébként annyira nehéz. Csak én hittem azt, hogy nehéz lesz majd. Adj egy csillagot, léci. Nem fog csillagot adni. Hol lehet akkor itt a harmadik csillagot összeszedni Bowsernek az ötödik világbéli kastélyában? Most megszivatnak? Kösz a gégét! Hát ez szerintem nem lesz meg a csillag. Úristen, very big. Hát ez most így kimarad. És a stamp sincs meg. Vannak ezen a pályán még rejtett dolgok. Ott van a kis izé... gyökér princess, nem princess, hanem fairy. Kis... nem olyan fairy, mint a izé, aki... ellopta a kabátom, hanem ez a... ez egy másik fajta. Tündér cicabogár. Elden Ringben jól mutatott volna? Ez a boss? Abszolút, egyébként megállta volna a helyét. Most lehet olyat csinálni, hogy 10 000-be kapod el? Igen, lehet olyat csinálni, jó, legalább ez a része már megvan. Kösz a klippet. Hát ez gyorsan jön, gyorsan ment az a cica. Fáradtan, de vagyok. Kihevertél tegnap estét? Persze, persze, persze. Kicsit ilyen nyomott volt a napom, de igyekeztem kompenzálni semmit tevéssel. Meg gépszereléssel. Főzni nem főztem. Inkább kis adagokban próbálok táplálkozni, kezdek éhes lenni, most éppen vizet töltök magamnak. A hidratálás nagyon fontos, vettem be magnéziumot reggel, ettem egy vitamint, ilyen tablettát, vagy nem tudom milyennek a neve, szerintem tablettelet. Jó volt a tegnap este nagyon? Hát én remélem, hogy jól éreztétek magatokat egyébként. Én tök jól éreztem magam. A Darkest Dungeon alatt is tök jól éreztem magam. Meg a utána lévő tartalmakon is. Sikerült ma is kicsit hamarabb szabadulni melóból. Természetesen az volt az első, hogy felnézek ide. De rendes vagy, Tücski? Nagyon hálás vagyok neked. Remélem, hogy vállalható volt azért a meló. Paternosterre gondolsz? Én nem. Általában nem szoktam Paternosterekre gondolni. Miért? De hát te szoktál? Fondi kakával az olyan, hogy azt nem olvasom el. Érdekes, amúgy vörös hajú, feszes bőr, igen, zsemle kutya, szokásos. Azért az menő lenne, hogy így most kimaxoltri kapnál egy bónusz világot. Á, de még nincsen kimaxolvám, az még odébb lesz. Azt hittem, te cica tápon élsz. Nem, most... most éppen fahéjas rizón éltem ma, meg bográcsos marha pörén nokedlivel. Ma ezen éltem. Nagyon szépen köszönöm Gyurmalornak a 15. hónapját. Köszönöm szépen a támogatást. Szia, üdvözöllek. Remélem jó napod van. Nem tudtam, hogy menni... vagy nem tudtam menni hantozni, de hát nem hívtál. Én nem tudtam, hogy napközben ráérsz amúgy. Na figyeljetek! Ezt ki kell tudnunk még maxolni. Nem lehet újra csinálni ezt a boss pályát, hogy meglegyen? Dehogy nem. Muszáj lesz megcsinálni. Hát az biztos, hogy nem fogom így hagyni. Rá kell jönnünk, hogy hová dugták el a harmadik csillagot, és hová dugták el a stampet. Mind a kettő egy nagyon fontos kérdés. Úgyhogy egy kicsit szerintem fogjuk forgatgatni majd itt a dolgokat, a lányokat, Manu Chao-ra meg ilyen dolgok. Ha valaki megpillantaná, akkor kérem mindenképpen szóljon, jó? Kell a stamp is. A stampen kívül pedig kellene a harmadik csillag. És egyikről sem tudjuk, hogy hol van. Ezt a csillagot megszereztem. Itt ez megvan, ez nem kell. Ez abszolút egyszerű, érted? Egy kis vadállatkodásra összeszedhető. Nem lehet, hogy itt lenne? Nem. Lehet, hogy valahol fel kell másznom a falon cicaként, csak nincsen nálam a cica, ugye? Ami mondjuk rohadt szomorú, mert nem tudni, hogy akkor hogyan, hogy mikor tudod összeszedni. Össze-vissza forgatom a kamerát, hátra esetleg rálelek a megoldásra. Hát itt semmi nincs. Ott oldalt? Nem. Itt van a szuper cica megoldás. Ez az én cicám, igen, amire szükségem van. Kis csíra ott mit nyom? Hát te elhalálozol, haver. Hát ez nem szabad így. Így, itt felmász. Ott van! Hát megtaláltuk a stampet, de mondtam én, hogy meg lesz. Ezért adták nekem oda a cicát. De rendesek a készítők, hogy erre is gondolnak. Nézd, és akkor onnan fentről érkezik az őrület. Én már látom, hogy hogy van ez. Én már látom, nézd csak. Tehát most fel kell ugrálnom cica alakban, és akkor utána lesz ez meg rendesen. Így.
Szépen kivárjuk. Jó, nem kell nekem mindenhol állandóan sietnem. Hát nem kell itt izé megőrül... Jó. Jó. Tehát itt valami lesz. Nézd. Jaj, hát nem mondod. Na jó. Oké, így dugták el a cuccokat. Cica alak kellett volna hozzá, az látszik. Anélkül nem lehetett megcsinálni. Jó napom volt, köszönöm. Remélem neked is, nektek is. Abszolút köszönöm szépen. Reggel visszanéztem a streamet onnan, ahol elmentem aludni. Jó volt, tegnap este beszélgetés Mokival fekszem. Reggel a kávéhoz meg, amiről lemaradtam, azzal kezdem. Néha reggel van, mert nincs ott az előző esti stream. Elő szokott fordulni, hogy még nem rakom ki. Tehát, hogy még egy picit türelem kell hozzá. Ha este nincs vágott tartalom belőle, akkor lehet, hogy elfelejtkezem róla, hogy közzé tegyem a vodot, mert valami hülye alapbeállítás szerint nekem közzé kell tennem. De mindegy. Jól van ez így, csak... hát addig más vodokat tudtok maximum vizslatni. Ott van a szuper cica alak második boss csicskítása. Az elképesztő magasságokban járó, hihetetlen, nem tudom milyen keret ez, hát most minek nevezzem. De van visszát. És akkor már ide beállsz, mert már lehet nyomni, már lehet gyűjteni. Szevasz Bence, hogy vagy, Mizu? Remélem szép napod volt. Meg a pont itt három Bence, azt már azt se tudták eldönteni, hogy ki melyik. Még a Bence lennék, én se tudnám. 89 coinunk van, amit itt még megtápolunk egy picivel, időből van rengeteg, megpróbáljuk a 100%-ot kinyomni a játékból. Hát nem annyira lehetetlen a dolog, mint ahogy látjátok, tehát még a magam fajta Cheera player is meg tudja általában ezt csinálni. És ott is van kimaxolva ez a pályam. Tili Toli Tüsi Keret Boss. Igen, lehet az is a neve akár. 23 óra 11 perckor megtörténik az ötödik világ befejezése, ahol már más, de nem is lehet igazság szerint összeszedni, hiszen mindenünk megvan. Mind a csillagok, mind a matricák, bélyegek. Ezek szerint a Bowser's Fury-ban lehet, hogy sokkal több ilyen lesz. Szerintem még nagyjából 8-at fogunk tudni kiszedni a játékból, ilyen matricákból, és mivel hogy ez egy dupla játékőrület, tehát hogy a... Na hát, a felhők közé megyek fel az ötödik világba, ez nagyon menő. Itt hova megyek? Várj, nézzünk körül még, mielőtt bármit csinálnék. Ez ilyen világválasztó hely volt? Azt hiszem, hogy amikor erre mentem, itt volt egy boss extrában, ugye? Igen, de ennek már vége, akkor mehetünk vissza. Meg is van, bizonyám. Átlagos nap volt? Hát ezek a rohadt hétfők, ezek alattomosak, sunyik. Kenterbe vernek, vagy nem tudom. Nem Kenterbe. Valami másba, de belevernek. Mit tudom én? A felhővilág. Az ötödik világ után a hatodik és egyben utolsó világa a játéknak. Én úgy nézem, hogy itt nincs is olyan sok pálya viszont. Nézd csak! 1, 2, 3, 4, de van, oké, egy pályát nézzünk már meg, hogy ez mennyire lesz király, mert szerintem ultra király lesz. Én látom ám. És itt mi van? Hey, oké, oda most lemegyünk. Ez hová visz? Egy bosshoz! Hát a bosst azonnal össze kell verni. És akkor utána már csak a játék befejezése marad a következő alkalomra, ami szerintem holnap után lesz szerdán. Én holnap egész este... wow! Nézd, hogy ugrálnak. Holnap egész este majd horizonozni akarok. Lehet, hogy korábbi kezdéssel fogjuk megcsinálni, de az fix, hogy én holnap nagyon sokat fogok nyomulni a Horizonben. Már ideje is van, hiszen akik szeretik a Horizon tartalmakat, azok most nagyon lemaradhattak ugye a... Az elmúlt héten szerintem talán szerdán lehetett, nem is tudom, fú, lehet, hogy korábban. Na mindegy, szóval többen mondtátok már, hogy legyen Horizon, és én is nagyon szeretnék játszani vele, de egyszerre annyi minden történik, volt születésnap, volt izé, ez meg az, Quarry végigjátszás, tehát azért a nagy open world játékot azért sem akarom annyira nagyon erőltetni, hogy ne unjátok szar rá azért. Mindig kis adagokban így csepegtetve a platina szerintem elő fog kerülni abból a játékból még. Na lássuk, mi ez. 6-1-es világ. Clear Pipe Cruise. Na hát. Milyen ötletes kis izék, dizájnok pörögnek. Nem fogod utolérni soha, Mario. De hiszen ez szörnyű. Megszivatod magad. Hallod, nem éred el? Na jó, várj, de nem tudsz kimenni? De most előbb-utóbb eléri? Előbb-utóbb valóban eléri. Gyorsabban megy a Mario, mint a Coin. Figyelj, ki kell, hogy gyere bele. Na, azaz, megvan. Ez kellemetlen. Még egyszer. Lehet a másik irányba is menni. Nincs arra az emberek ideje, hogy itt szórakozzon az üvegcsövekkel. Gyorsan kell végigjátszani ezt a pályát, hát különben problémák lehetnek.
Ide be tudsz lőni, léci? Ez hülye. Igen, még egyet, léci. Jó, azt hittem, hogy lassabban tűzöl. Szia, Sidegore! Üdvözöllek, mi a helyzet, hogy vagy? Ja, nem, már mész. Akkor szia, viszont látásra. Gondolom zenés copyright miatt? Kicsodák? Micsodát csináltak? Neked is hiányzik a Horizon? Lesz majd, nyugi. Ezt elrontottam. De milyen szerencsé, hogy adott egy virágot a virág. Ó, nagyon király. És akkor ott van bent, nézd csak. Az extra platform. Ami után nincs másik extra platform, csak elhiteti veled a játék, hogy neked majd most itt jó lesz. Aha. És hogyha ezeket beküldöd, akkor mi történik? Körbe megy az őrület. Aha, értem a lényegét. Figyelj, itt bar, fel. Nem baj, így is jó lesz. És a másik rányban mi történik? Hát ultramenő. Ultramenő. Most először is próbálkozzunk meg azzal, hogy ott kijövünk a tetején, jó? Mert ezt még nem ismerem. Ó, Istenem. Valamiért nem arra akar menni. Sokszor Mario, amerre te akarnád. Balra. Mindegy, így jó. Így jó, csak menj balra megint. Kijössz, és mész vissza. Azt hittem, hogy ott lesz még benne valami. Ez hülye. Hát jó, hát Istenem. És szerencsétlen. Ott érkezünk a másik oldalra, a power gombot benyomva megkapjuk már is a fallikus alakú elrendezését ezeknek a csodálatos kis izéknek. Nem tudunk feljebb menni, de ott a falba bemehetek, az fix. És csak beküldöm a tüzet, a másik oldalon kijön. Na azért ez eléggé jó iteráció. Japánban azért tudják az emberek, hogy hogyan kell játékot... Te szemétláda. Ezt kellett csinálni ott Japánban, ezt kellett kitalálni. És hogy megyek oda be akkor? Ja, nem is akarok bemenni, már látom. És ezek itt körbe mennek? Aha. Felfele, így. Le, most le. Jó, mehetsz tovább. Gyönyörű. Gyönyörű, hát micsoda király ez, hallod? És így felfele, most be. Hát ez nagyon jó, most le. Most ne menj le, már most menj le. Jó, oké, megvan. Ez ultra király. Hát, komolyan. Szevasz, MCA. Szép jó estét neked. És szép jó estét mindenki másnak is. Oda nézzetek. Oda nézzetek. A távoli platformra megérkezünk, és ott azt ott fent ki kellene bontanunk, ugye? Remélem nem jönnek fel azok a... haver, az nehéz lesz. Wow. És csak így? De ne ugorj már ott bele. Hát de Mario, de kérlek. De nem ugorhatsz bele mindenbe állandóan. Na. Azaz! És akkor így lehet felmenni, ugye? Meg lesz, szerintem megcsinálom. Hopp, nem sikerült. Engedjük előre őket, mert látszik, hogy nagyon agresszívak. Így. És meg vagyunk! Na, nagyon menő! Nem hittem volna, hogy valaha megcsinálom ezt, de hát azért hála a családnak, ugye meg mindenkinek is, aki ezen a hosszú úton végig segített engem, azért ez a dolog is meg tudott valósulni, mert megint leestem a semmibe. Gyerünk balra, fel, így van, és ezt most miért csinálod, Mario? De ezt most miért csinálod, Mario? Atya világ, várjál. Az igazi meta is itt van velünk, köszönöm szépen neked, hogy ma este is boldogítasz minket. Mi a helyzet, hogy vagy? Köszönöm a második hónapot, nagyon kedves tőled, köszönöm a támogatást. Remélem, hogy minden szuper. De nem menj oda, Mario! De ne csináld ezt velem! De most meg miért nem? Hát de öcsém, hát de ez normális szerintetek? Amikor ezt csinálja, én annyira küzdök az elemekkel, egyszerűen nem akarja azt a mozdulatot végrehajtani. Mondjuk már volt ilyen mozdulatparánk, már látszolott rajta egyszer-kétszer, hogy Mario azért nem teljesen mindig az a legélesebb típusú kés a fiókból, ugye? Kicsit furi a csávó néha. Van még egy csillag valahol. Jó, sietek, tudom, sietek. Lehet, hogy ez lesz a csillag, vagy ez a stamp. Haver, nem lesz elég idő, de itt talán kapok egy minimálisat. Na lássuk! De ez nagyon megy, te marha! Jaj, ez nagyon szar! Mindegy, meg lett a csillag, oké, nem tudom, hogy sikerült, de meg lett a csillag, a lényegi része megvan. De itt nekem egy másik fajta csillag kellett volna, ami előre segített volna az utamon. Hát azért az elég HC volt. Kanalak között is tompa? Ó, én nem tudom, én már régóta izé, csak villával táplálkozom. Várj! Haver, és az másik oldal is? Jó, hát ez szar lesz. Jesszusom, de ne menj be, hát de ez hülye, hát de most azt hogy csinálod, mert nem is arra megy, amerre irányítom. Júj, ez nagyon szivatás.
Wow, ez nagyon-nagyon nagy szivatás. Még egyszer. Kaptunk 300 szeket, csak azért, hogy biztos legyen a tuti. Az a baj, most nincs nálam semmi, amivel ezt le tudnám oldani. Eddig jó. Felfele-fel, gyerünk már, jó, megcsinálod, hidd el nekem. Most nem fogjuk ezt itt összerondítani. Ezt ennyi néző előtt nem lehet elrontani a játékot. Fel. Nagyon szép. Balra, te hülye. Ó, Istenem. Nem baj. Szép estét kívánok egyébként mindenkinek, tényleg, aki itt van velünk. Remélem, hogy tetszik nektek ez a játék. Szerintem egy nagyszerű darab, tényleg nagyszerű darab a Super Mario 3D World plus Bowser's Fury Bundle. Ugye kettő játék van egybe csomagolva. Azt hiszem, hogy ez a rész, amivel most játszunk, ez már egy régebbi darab. Tehát ez még a Wii U-ra jelent meg, és talán a Bowser's Fury az, ami viszont a... Várj, nincs meg a stamp! Jaj, ne, hát ennek így nem lehet vége. Tehát a Bowser's Fury volt az, ami viszont talán a Switch-re íródott már, de nem vagyok benne biztos. Ott van lent, nézd. Nem, mert onnan jöttem. Hol a stamp? Nem jóját, ez kemény. Elhagytuk. Anélkül nem mehetünk. Sehová. De itt meg a negyedik, vagy a harmadik csillag volt bent. Jesszusom, most mi lesz? Wow! Oké, hát nem így gondoltuk ezt a dolgot, de így is elég menő volt. Nézd! Hallod! Hát ott na hát! Oké, megtaláltam. Tudom már, hogy hol van. Most már csak meg kell nyerni az egészet. Nem tudsz visszamenni, Mario? Most kajak? Jesszusom, ez a csávú, hallod? Néha annyira... gyök kettő! 9.8, ugye az azért szép volt. Hát végre valaki elismeri itt a dolgokat. Hát elhalálozunk, srácok, újra kell mennünk, mert most már megtaláltam a stampet. Tudom, hogy merre van. Lehet, hogy ki kéne jönnünk gyorsan. Jaj. ez hogy? Mit csinál? Mario. Hát azt ilyenkor meg elkerülöd, amikor meg nem kéne, akkor meg nem. Vagy amikor el kéne, akkor meg... Igen. Ez a játék tényleg jó. Hát mondom neked, Gyurmalort, hogy nagyon menő ez a Mario game. Hát ez zseniális. Aki ezt kitalálta, azt nem tudom. Aranyba kell önteni mind a két kezét. És akkor itt kéne felmenni, hogy meglegyen a stamp, de cicás Mario nélkül te nem tudod ezt megcsinálni. Jézusom. Bár lehet, hogy van valahol kivezetés fölfelé. Nyomom a fölfelé gombot. Hát ha. Nem. De ott van fent a stamp, azt már láttuk. Kellni fog a cica. Tehát ide vissza kell tudnunk jönni majd. Az most szar. Határozottan nem túl jó. Jó, ez megvan. Oké, gyerünk fölfele. Igyekszem minél gyorsabban teljesíteni itt a kihívásokat, akkor amit még teljesíthetünk. A cicával vissza kell jönni, ezt szerintem ez máshogy, ez nem lehet meg. Kizárólag a cicával. Most balra. Ugye, elkezdtem jól irányítani, látjátok ezt? Ez amikor sietősre fogja az ember a dolgot, akkor azért összejönnek néha. Hát nem. De most valami történt. Na, gyorsan, és most figyelj, minden négy elágazásba bele kell tudnom menni. Én ezt beküldöm, hát ha elkapják. De nem, hát egyszerűen ezek nem purcannak. Hát ezeket feleségesen lövöd. Na figyelj, indulunk balra, indulunk fölfele. Ez hülye ötlet. Balra. Azt a mindenit. Oké, most fel. Jó, most bal. De, haver, ez így nem lesz. Mindegy, akkor mennyi. De, Mario, mit művelsz? Balra, haver. Fel. Bal. Jó, eddig jó, szerintem meg lesz. Szerintem megvan mind. Nagyon király. Oké, talán sikerült végrehajtani azt, ami bármelyik gyereknek elsőre sikerül. Nekem azért egy kicsit nehézkesebb, hiszen én már mégiscsak öreg vagyok, de semmi baj. Végül is nem azért jöttem, hogy győzzek, hanem hogy nem tudom, valami legyen. De, az mit csinálod? De most miért mész ott bent Toad? De mi? What? De miért kapta el? De... Hát ezt miért kapta el ott? Jesszusom! Láttad, hogy elkapt? Hát de az a hülye, de hát ahogy ott ki kellett volna állni ott a végén is, akkor annyi lett volna a dolog, hogy nem kapja el. Ó, Istenem. Hát jó, ezt a pályát újra kell játszanunk majd. Sajnálatos módon. Micsoda, nyomd meg a minuszt, hogy belépj a térkébe. Jó, nem akarok travelolni, köszönöm.
Hát ezt a pályát újra kell játszanunk. Szerintem előbb el kéne mennünk egy cicáért. Hogyha lenne cica, akkor meg is tudnánk már is csinálni. Addig nincs értelme ezzel most szórakoznunk. Hát ez király volt. Nézzek, ott terül el alattunk az előző egész pálya, ahonnan jöttünk és amit most csináltunk meg. Érdekes, ilyenkor nincsenek betöltve a pályák rajta, amikor nem itt vagy lent a World 5-ben. Persze minek töltené be. Mert mondjuk azért, hogy megnézd a World 6-ból a World 5-öt, amikor már tudod, hogy fenn vagy a felhők között, meg minden. Ezt hová vezetett el? Ja, sehová. Nagyon ügyes vagy, köszönöm szépen, igyekeztem. Hát ezt összeraktam azért, meg a szüleim is összeraktak engem erre a világra. Én büszkén vállalom, hogy csináljuk itt a dolgokat. Valami történik. A Super Mario 3D World-nek az ötödik világa ezzel meg lett csinálva, és ez egyben a hatodik világ az utolsó. Az utolsó előtti világ is volt. Mi? Várj. Azt muti? Ott a hatodik világ progresszét? Na, itt lehet látni, hogy össze lett szedve mindenhonnan is. Minden stamp, minden első hely, minden csillag. És még ebben az epizódon még sikerült megcsinálni azt is, hogy ott a kaszinózásnál, ott a pörgentyűnél, tudod, mi annak a neve? A Blackjackben, nem Blackjack annak a neve. A félkarú rablóban kihúztunk 8 életet. Azért az rohadt menő. 8 egész életet. Felmentünk 100 élet felé, megcsináltunk mindent, kiszabadítottunk még egy tündért, és akkor ezzel a következő epizódra már csak a játék befejezése marad, az utolsó világ, és remélhetőleg a legnehezebb, legdurvább kihívások is, amiket a játék még elénk tud tenni. Már csak a coinokat kell neki maxolni? Azt hiszem, hogy ezek visszajönnek, tehát azt nem lehet. Előző várban kapsz cicát? Igen, ott valóban kapunk egyet. Szia, Riga 97, jó estét! Most azt mondjátok, hogy menjünk vissza az előző várra, és akkor ott hozzuk el a cicát onnan, és akkor azzal menjünk be ide? Mert én meg már elköszönni akartam volna éppen. De azt még összeszedhetjük, hogyha esetleg gondoljátok. Nem bánom, amúgy is itt van egyébként előttünk. Nincs messze ez a dolog. King Katunk kastélya. Lehet skippelni. Gyerünk. Futi. Gyerünk oda, hogy mi merre megy. Inkább várjunk, mint hogy ne várjunk. Hát azért nehogy bajba kerüljünk már a végére, senki nem érti, mi történik. Ott van a cica, nézd! És akkor ezzel most, hogyha kilépsz... Ja nem, mert akkor elvész minden item, hogyha ezzel kilépsz. Szép türelmesen megyünk végig, nem kell nekem áldan mindennel megküzdenem. 2 cicát is ki fogok innen hozni, elhiszed? Azért, mert a cica az ultra menő, és akkor lesz egy lehetőségem arra is, hogy elveszítsen. Még csak 2 óra 17 perc megy a live, bizonyám. Húha, oké, várj, itt fel lehet így menni? Ja, jó, oké, a cica alak az mindent megold. Azt hittem, hogy le fogok esni ott egy pillanatra, megingott a bizalmam, amit magamba vetettem. Oké. 2 hónap, 13 nap, 8 óra? Hát, Bence, ez kevés. Láttad volna, hogy én mennyit néztem már így magam. Haver. Már egy fél év, már itt történt, ebben a székben ülve, ezek között, a játékok között, csak nektek, csak itt nálunk, a twitch.tv.mókáson. Hopp! Az ott még egy cica, akkor megvan, és akkor most már csak fel kell itt menni, meg kell ezt nyerni. És csá! De jó volt, hogy ott az alja nem sebzett, pedig azt hittem, hogy ha hozzáérsz, az is elkap majd. Bölcsességedet nem írta még össze valaki? Nem hiszem. Remélem nem. Bár láttam olyan csatornákat, ahol ilyen mindenféle hülye idézeteket gyűjtöttek az adott streamertől. Annyit kellett beírni, hogy felkiáltó el idézet, és akkor ott mindenféle barom idézet kijött. De persze ezekből nyilván lehet humoros dolgokat is csinálni, szóval, hogy összejöhet, vagy mit tudom én. Várj, most akkor ez hogy lesz? Ez oda leborul? De ez nem a jó oldalára megy. Hát de most miért csal? Hát de most addig szórakozik, amíg rá kell döbbennie, hogy nem jól csinálja. Nem baj, egy cicám már van. Na majd én most megmutatom a világnak. Szinti boy.
Ali az agyba Tibor vagyok, Tiszakarádról. Figyeld, figyeld, hoppá! Ott van a második, na ez az. Meg is lesz a három mindjárt. Nem kell nagyon messzire mennem érte. And it's done. Ja, itt még össze kell szedni a coinokat, a 105 élet mindjárt visszajön. Elképesztő sebességekkel szágúd a cica Mario, ahogy összeszedesse a színében, a ruhájához illő coinokat. Így is van. És let's go kifele. Összeszedtük a kettő cicát, és azt mondjátok, hogy még azt csináljuk meg ma. Mennyi idő, mennyi pont, mennyi extra, amit itt még meg nem ad nekünk a játék. Hát annyira rewarding az egész game, hogy ritkán lehet azért ilyesmit találni a játékok világában. De milyen kis táncot nyom még a végére. Amúgy szóljátok, hogyha nem elég hangos a játék, mert akkor most már feleslegesen hangosítom fel. Tehát a következő pálya az kettő cicával fog megkezdődni a hatodik világban. És akkor ott azt össze is kapdossuk szerintem relatíve gyorsan. Vagy egy kicsit azért, hogy már hangos, egy picit visszábeszek. Tehát 24.000 pontot szedtünk össze azért, mert a végén a 10.000-et nem adta hozzá. Nem tudom miért, én egyébként nagyon küzdöttem azért a 10.000-ért, hogy összejöhessen. Valamiért a játék nem úgy döntött, hogy azt nekünk odaadja. De ne harapdáljál! A három csillag megvan, azért az mondjuk nem egy erdő dolog. Tehát három csillaggal már lehet nyomulni. Gyorsan tovább. Volt itt még valami, amit nem... tettem össze? Ez hülye. Ezt miért csináltad, Mario? Ez beszívta? Konkrétan beszippantotta oda. De normális az ilyen szerintetek? Menjünk már vissza, ott még azt hiszem volt egy virág. Igen, volt egy virág, azt akkor felveszem. Jó, akkor a cicát megőrizzük, az egy darab cica lesz a lényegi rész. Meg a 10.000 pont, jéz, tényleg a 10.000 még oda a végére. Az is egy jó nagy szívás. Nem kell nekem összeszednem semmit sem. A lényeg az, hogy győzzük... Nem. Hogy menjünk végig anélkül, hogy balhé lenne. Itt kellett ezt megcsinálni. Figyelj, akkor cica fel. Átugrunk. Le ne essünk, mert megőrülök. Az üvegen is képes felkapaszkodni. Oké, megvan a stamp. Jó, megvan minden, amiért jöttünk, már csak a 10.000 pont hiányzik innen a végéről. Én a cicát nem fogom kidobni, inkább a virágot dobom ki. Mit kell itt most tennem? Kijöhetnék ott is, de én inkább így csinálom meg. Ez még nem a legelegánsabb módja a győzelemnek, de hát nekem ez is teljesen tökéletes. Itt össze lehetett szedni valamit? Aha. Ezt most itt hagyjuk. Ez hülye. Akkor menjünk el vissza, mégis értek. Nem tudom miért arra ment, nem arra irányítottam, aztán mégis úgy döntött a játék, hogy megszivat. Elkét igazán még gondolatot, jobb, ha vársz, mint ha nem várnál vagy mi. Ennyi. Gyerünk fölfele, ott lesz még, elcsipi a platformot, hát nem bírja, ha Mario, mit művelsz? Édes Istenem. Hát de... Nem baj, még van 240 szekundum, hogy rádöbbenjünk, hogy mitől is annyira király ez a game. Itt, hogyha befele mentünk, akkor itt volt a felhő őrület. Azt nem akarom. Nem kell nekem az a baromság. Itt menjünk szépen, line-upoljuk a virágokat, akik egyébként line-upolták már önmagukat. Tehát nekem nagy dolgom már nem lesz vele kapcsolatban. Maximum rá igazítani itt a kamerabigyót. És figyelj, mert most jön a neheze. Most jön az, amitől a gyerekeket azért eltanácsolnám. Tehát, hogy tudom, hogy sok minden van, amit a gyerekek is érdekesnek találnak, akciódúsnak találnak, meg tényleg olyan dolgoknak találják őket, hogy csak kipróbálnám, megnézném, hogy megy, milyen. Ezt ne csinálják, ez túl kemény ahhoz. Tehát itt nem csak, hogy a 200 IQ, de még a skillek. Tehát nem elég agyban ott lenni. Itt testben, lélekben, mindenben ott kell lenni, tudni kell, hogy mikor jössz ki, mikor mész be, mit tudom én. És látod? Ennyi. Hát ide, ez már nem gyereknek való dolog volt. Most bemegyünk oda, találkozunk Tóddal, vagy mit tudom én. Most beálltam a vonatba én is. Hát Kacor Ferenc megirigyelni. Figyeld, mész felfele. És jössz kifele. Aha. Na várjál, megmutatom én, hogy kell ezt. Figyelj, fölfele. Tód, mit csinálsz? Ez egy szívás. Várjál, menj fölfele, és most balra. Hát ez super easy. Ilyenkor már. Hát 30 év Mario tapasztalattal a hátad mögött már ezt meg lehet csinálni.
Japán 3 éves gyerek megverne, ebben hiába mondod. Persze. Hozzon ide a gyereket, hozzon ide, akkor verjen meg. 47 000 pont, hát az jobb, mint a 23, amit előbb csináltunk. Na, oké. Nekem szerintem akkor már ennyi lett volna a Mariózás, pedig egyébként nagyon szívesen játszok vele, akár egész este meg, nem tudom. Én Mario játékokkal egész életemben ellennék. Nem is mondtam nektek, hogy be is szereztünk ugye most egy csomó másik Switch-es játékot is, majd posztolom a képet következő hétfőn, mert hetente csak egy képet fogok feltenni az Instára. Úgyhogy egy csomó-csomó játékot beszereztünk most Switch-re, szerintem már van 11 játékunk rá, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatásokat, lesz már józás bőven, van olyan játék, ami 3 játék egyben, és az előző generációk Super Mario-it mutatja be, illetve azokat lehet végigjátszani. Tudjátok, hogy melyiket várom legjobban? A Nintendo 64-es Mario-t. Én azzal, hát szerintem az volt az a Mario, amivel a legtöbb időt töltöttem életemben, és végig is vittem. Ott már elég nagy voltam ahhoz, hogy végig tudjam vinni. Én azt nagyon várom. Lehet, hogy nem lesz szép a grafikája, meg nem lesz widescreen, tehát hogy sajnos négyzet alakban lesz majd a screen, de ezzel megpróbálunk együtt élni, és úgy fogjuk végigjátszani a játékot, ahogy az régi formájában volt. Úgyhogy én nagyon várom azt. A Nintendo 64-es Mario egyébként egy nem csak hogy rohadt ötletes, de nagyon komoly mechanikákkal bíró kis game volt, meg korábban, tehát hogy akkoriban, amikor ez kijött, akkor nagyon látványos is volt, nagyon jó ötleteket tartalmazott gameplay mechanikák, az egész világ csodálatos volt, és hosszú is volt, nem az volt, hogy akkor most, mit tudom, hogy kapsz 10 pályát, azt viszont látásra. Ennél a játéknál, amit most játszunk, ennél jóval hosszabb volt, és nagyon-nagyon komolyan el voltak ám dugva benne a dolgok, szóval, hogyha ki akarjuk azt is maxolni, ott majd azért lehet, hogy guide-okat is kell néznünk, mert azt hiszem úgy van, hogy minden festményben, amiben be kell ugrani ugye ott a várban, festményekbe ugrálsz befele, meg titkos pályák, meg minden, mindenhol van vagy 8 csillag, vagy 10, vagy nem tudom. Ilyen 8-10 biztos van. Anna alig lehetett kitúrni a gyerekeket, hogy végre a felnőttek is tudjanak játszani. Hát ennyi, nem csinálom bigacsigát, iszonyatosan király volt. Lesz a Zelda is? Igen, de még nem merek belevágni. Amíg Horizon van, addig egy open world játékot nem fogok még elindítani, és a Horizon meg a Zelda után, vagy között még lesz egy másik ilyen nagyobb lélegzetvételű játékunk is szerintem, mert már régóta ígérgetek nektek egy csomó játékot, de ennyi idő a világon nincs. Viszont én nem bánom és nem stresszelek rá arra, most nincs ilyen teljesítménykényszer bennem, hogy úristen, hát mi lesz, hogyha idén nem játszunk végig 50 játékot. Nem érdekel, hogyha nem játszunk végig mondjuk 50 játékot, most jelenleg 21 játéknál járunk. Egyébként az elmúlt években 3,5 év alatt lett meg 200 nem tudom hány játék, szóval nem a játékok mennyiségére megyünk rá, hanem a minőségére, és arra, hogy most már, amiktől féltem eddig ezek a nagyobb lélegzetvételű open world játékoknak a játszása, én ezeket szeretném megcsinálni. Nem szeretném tologatni tovább őket magam előtt, szeretnék azokra is időt szánni, és most így, hogy gyakorlatilag nem nincs munkám, van is időm arra, hogy ezeket megcsináljam, és hogy dokumentálva maradjanak ezek a végigjátszások az életemből. Szóval ez egy ilyen tökre jó kis dolog, és nagyon sok játék van előttünk, hál' Istennek. Annyira nagy szám nekem a Switch, így az egész, ami jött vele, annyira király kis szegmensen nyílt meg a gamingnek általa, hogy nagyon hálás vagyok nektek tényleg, hogy ezekkel a játékokkal játszhatunk. Egy nagyon, nagyon frankó kis vérfrissítésnek érzem én ezt. Én csak 21 és már lassan 7 hónap eltelt. Hát igen. De minden, de figyelj, mondjuk bejöttek a közösségi vasárnapok is, azok is elveszik ugye az időt, hogy vasárnap nem sztorizunk. Meg mit tudom én. Hát na, ez volt a mai Super Mario-zás, és remélem, hogy tetszett nektek a játék. Sikerült kihozolni? Nem is voltam részeg, miért mondod? Szevasz, bukta. Szóval igen, ez volt a mai Mario, remélem, hogy tetszett nektek. Kedves vodnézőktől is elbúcsúzunk, most nem tudom, miért befele léptem, és nem kifelé. Super Mario 3D World! Jó, oké. Még meg kellett hallgatni, hogy beköszönnek a fiúk itt nekünk a végére. Sleep módba megyünk, és szünetelünk, és utána egy gyors vacsorát követően játszunk a King Arthurral. Szerintem, hogyha Zoli azt mondja, hogy ma nem lesz film, akkor én ma lehet, hogy két missziót is letolok. Amúgy is későn kezdtünk, úgyhogy
Ugye csináljuk. Aki meg már aludni megy, az aludjon, annak jó éjszakát, jó pihenést, holnap horizonozunk egész este. Vedd már a lapot? Ja, de nem, én vettem én. Csak hát egyébként igazad is van, ha ugratsz, ha nem. Tehát, hogy kevés ez a 21 játék így már 7 hónap alatt, de azért tehát itt a King Arthur most már a 70, nem tudom hányadik órájában jár az év elején, ott milyen kemény, tehát fia, 130 órás Elden Ring, 115 órás Mass Effect trilógia, az lehet, hogy több is volt, mint 115, nem tudom. Azt hiszem az volt a csatornánk leghosszabb játéka, akkor az bőven több, mint az Elden Ring. Hú, nem tudom, annyi meg volt egy második megkezdés és az Elden Ringnek, azt majd be kell fejeznünk. Annyi meg annyi minden játékot megkezdtünk már, hogy idén ilyen hosszabbakat, hogy nem csoda, hát gyakorlatilag az indi szombatok azok, amik növelik a listának a hosszát, a mennyiségét ott a végigjátszott játékoknak, nem pedig a játékok tényleg, mert nagyon-nagyon lassan haladunk. De örülök neki, hogy ennek ellenére nem az van, hogy csökkenünk itt kórus lélekszámügyileg, hanem éppen ellenkezőleg szépen lassan, de növekszünk azért. Az is számít, hogy milyen hosszú gémekkel játszol. Hát persze, hát azért ez egyértelmű, hogy 5 darab 30 órás játék, vagy 1 darab 150 órás, érted? Tehát azért mégiscsak időt töltünk el itt, és ez az egész mérhető időben, vagy mi. Ja, gyors vacsi, aztán nyomjuk, jó? Elég sokáig fent leszünk ma is. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Ne menjetek nagyon messzire. Hát egy olyan 10 perc, aztán jövünk. És csináljuk. Szia Demeter, hogy vagy?